Rejtő Jenő, a párizsi front. Quartier Latin. Sába királynője az asztalnál ült és borotválkozott. Egy használt zsilettel, amely további teljesítményekre nem látszott hajlandónak, nagy igyekvést fejtett ki, hogy a szappanhabbal együtt némi borostát is levakarjon az arcáról. Sír Lajos a költő, tintával feketére maszkírozta cipőjében a spárgát, hogy távolról normális fűzőbenyomását keltse, és Zombori tanácstalanul forgatta jobb és bal felére a gallérját, de sehogyan sem tudta eldönteni, hogy melyik oldalán kevésbé piszkos. E lázas készülődést Bükkiván a műtörténész idézte elő, midőn néhány perc előtt lelkendezve berobbant a hírrel, hogy reggel felvétel van a Pöddelilnél. Most valamennyien igyekeztünk, lehetőleg rendezett külsővel a Boulevard Strasbourgon lévő filmkávéházba, ahol a boldogító vörös cédulákat osztogatják ilyenkor nagy tolongás és üvöltés közepette. Magam csak két hónapja voltam közöttük. Mint újonc párizsi magyar, éppen utolsó ruhadarabjaim értékesítésével foglalkoztam, midőn véletlenül betértem a Boulevard Saint-Germain-en található macskaláb vendéglőbe. Itt ütköztem bele a nyomor különítménybe, ahogy ők nevezték magukat, és meghallgatván balsósomat helyet adtak társaságukba. A nyomor különítmény, mint önsegítő egyesület, ezt a neve is mutatja, nem volt valami áldásos intézmény, és tagjainak nem nyújtott más kedvezményt, mint a közösséget, amely a nélkülözést is elviselhetőbbé teszi, mint ahogy a gazdátlan kóborevek sem érzik, hogy kivertnek magukat, ha egymáshoz bújva töltik el az éjszakát valami üres telken. Szent Paulba laktunk együtt valamennyien, nagyra hivatott és sorsüldözött emberek. Az ócska Rue Sicilienen, és tanyánkat úgy hívtuk, hogy főhadiszállás. Itt éltünk együtt, nemesek mind, és szörnyen szegények, ahogy ezt Cyrano a gaszkonyi legényekre jegyezte meg, és ha nemesség dolgában, eltekintve szándékainktól, akadtak is fogyatékosságaink, ami szörnyű szegénységünket illeti, e tekintetben messze túlszárnyaltuk a leggaszkonyibb legényeket is. Főhadiszállás nevű albérletünk egy folyosószerűen hosszú és keskeny szoba volt. Ablakai nélkülözték az üvegtáblákat, s így kénytelenek voltunk kemény papírral pótolni a hiányt, amitől a hideg egyáltalán nem csökkent, viszont a legnappalibb órákban is sarkvidéki éjszaka borult a főhadiszállásra. A berendezés nem volt új, és nem is volt kényelmes. De csekélységekre mi nem néztünk. Két ágy, egy kanapé, két szék, melyek közül az egyiken ülni is lehetett, képezték a bútorzatot. Kiegészítésül egy ajtóba vert jókora kampós szöggel, levetett ruhadarabok és elkeseredett emberek számára. Igaz, hogy az egyik ágy néha minden látszólagosok nélkül, de általában éjjel összeroskadt, azonban mondom, csekélységekre mi nem néztünk. A fő volt, hogy olcsón és sokan lakhattunk együtt. Télvíz idején állandóan 10-12 ember tartózkodott itt félig éhen halva. Említésre méltóbbak, mint alapító és törzstagok. Zombori Schalk Rudolf, a modern festészeti irány főbb képviselői közül, Sába István színművész és Bükk István a műtörténész. Legelőkelőbb lakótársunk Ribári István volt, az emigráns. Különös tisztelet járt neki, amellyel mint korszerű regényhős csodáltuk. Mi nem bolygattuk a múlt fájó sebeit, és ő elzárkózott előlünk azzal a felhős szomorúsággal, amely az emigránsokat annyira jellemzi. Csak sokára tudtuk meg, hogy Ribári a hazai forgalmi bankból kényszerült emigrálni egy rovancsolás alkalmával. Soha sem említettük előtte, hogy ismerjük számüzetésének fájó múltját, ő pedig komor, gőgös megadással lette az emigránsok keserű kenyerét, részint az oroszári menekültek, részint az olasz szocialista emigránsok segély alapjából. Hálótársam Kárpát René zeneszerző volt, nagyon hosszú, nagyon sovány fiatalember, aki intenzív lelki életet élt. Végül említem meg legjobb barátomat, Sír Lajost, a költőt. Télvíz idején jelentkezett a főhadiszálláson, kopogtatás nélkül és Pepita lovaglónadrágban. Gyapjas göndörhaján hókristályok csillogtak, kezében hatalmas kampós botot tartott. Felső kabát nélkül volt, csak a nyakán viselt egy vastag horgolt kendőt, és ezt tette olyan jellegzetesen betegessé szomorú gyerekarcát, túl sovány termetét. Örökké úgy fogom magam előtt látni, ahogy benyitott az ajtón. Mélyen meghajolt és halkan, mint Laertész vagy más előkelő drámai szereplő, így szólt. Hallottam, hogy önök magyarok. Nincs egy cigarettájuk véletlenül? Később lefeküdt két főrendező közé, és mélyen elaludt.
Reggel a szajnához ment, két gallérja közül az egyiket kimosta, a másikat zsebre tette száradni. Egy szót sem tudott franciául. Kabátja zsebében, mint elválaszthatatlan utitársát, Virág Benedek költeményeit hordta magával. Miután filmeztünk, váratlanul gazdagoknak éreztük magunkat, és elhatároztuk, hogy alaposan rendbehozzuk az életünket. Nekiültünk számolni, összeírni a legszükségesebb dolgokat, és szenvedélyes viták után elkészült a lajstrom, amelyből kitűnt, hogy legalább 40-50 ezer frank ára bevásárolni valunk lenne, csupa olyan holmik, amelyeknek megvétele pillanatnyi halasztás sem tűr. Persze az lett a vége, hogy semmit sem vettünk, és este beültünk a macskaláb helyiségebe. A macskalábban két dolgot műveltünk. Sört ittunk, és nagyképűek voltunk. Ki fogok vándorolni, mondta például hirtelen, izgatottan Zombori, és aki azt hiszi, hogy a társaság tagjai erre a kijelentésre ilyetten felugráltak, és kérlelték, hogy álljon el szándékától, az téved. A társaság tagjai minden idegesség nélkül tudomásul vették, hogy a modern festészeti irány fő képviselője el akarja hagyni a kontinenst. Mindössze Ribári kérdezte meg tőle. Hova mennél? Mit bánom én? Patagóniába, vagy a Kilimandzsáróra? A Kilimandzsáró nem rossz, mondta Bükkiván, mint aki már többször járt ott, és megitta a sörét. Mindenütt egyforma, jelentette ki a sába, akit neve miatt a királynőnek hívtak, bár végzett Shakespeare színész volt. Rossz idők járnak a művészekre. Leszek bálványimádó, felelte sötéten Zombori. A bálványimádás nem rossz, mondta Bükkiván, mint aki már többször imádott bálványokat, és megitta az én sörömet is. Önök túl sok lelket visznek a művészetbe, félte egy orvos növendék, ki nyolcad napja nem borotválkozott. Ma a realisták korát éljük. A motor, a rekord és a politika érdekli az embereket mindennél jobban. Repüld át az óceánt, tanácsolta jó akarattal Sír Lajos Szomborinak. Úgy van, helyeselt Bükkiván, mint aki már többször repült át az óceánt, de mi valamennyien megragadtuk a söreinket. Ez szemmel láthatólag elszomorította, és nem is szólt többet. Lesüppett a páholy sarkába, és lábait az átellenes székre tette, miáltal láthatóvá lett a vörös király, amint cipője talpán egy nagy lyukból mélabúsan tekint ki a világra. Mert esős idő esetén Bükkiván rendszerint egy Quart Majort helyezett betétnek a cipőjébe. Később, mert a pénz izgatottá tett valamennyiünket, elhatároztuk, hogy szerzői estet rendezünk. Zombori az ilyen kérdésekbe goromba pesszimista volt. Nem érdekel senkit. Ha azt akarjátok, hogy közönségetek legyen, rendezzetek pingpongversenyt, vagy zsúrtávírót. Kárpát René kérte, hogy ne haragudjon, amiért tömören lónak fogja nevezni, de az elmondottak teljesen kimerítik a lóból képzett melléknévnek, az úgynevezett lóságnak az ismertetőit. Így teltek estéink a macskalábban, meggyőződés nélküli vitákban, bőségesen hullajtott megvetések és hozzávaló barázdák nélkül. Márványlap és sörös poharak felett. Később megjelent közöttünk Nedda is, aki Szófiába született. Családi nevén Guncsefnek hívták, medikus volt és cikkíró. Sokat adott arra, hogy a férfiakkal egyenrangúnak tekintsék. Lelkesedéssel pózolta a szabad gondolkodót. Jelleme az öltözködési módjában jutott kifejezésre. Férfias kosztümkabátot hordott, puha gallért és hosszú nyakkendőt. Csizmát és diáksapkát is viselt. Mindez a sok hóbort nem ronthatta el finom formás alakját, tökéletesen szép vonásait. Krakéller hajlandóságok szunnyadtak benne, amelyek leginkább akkor törtek ki, amikor mint nőhöz próbáltak megközeledni hozzá. Nemzeti dicsőségünkre legyen mondva, hogy a macskaláb különböző nációi közül kizárólag a mi asztalunkhoz ült. Nedda a nyomorkülömítmény tiszteletbeli hölgytagja volt. Neki mindig sikerült az ónos hangulatot zajos vitákba feloldani. Ő volt a legharciasabb, a legelszántabb, a legtetrekészebb. Remek korszakban élünk, szokta mondani, hogy a küzdelmünket így igazivá teszik a legkeményebb feltételek. A régebbi korok mind unalmasabbak voltak. Úgy van, mondta Bükkiván, mint aki már élt ezekben a korokban, és tovább aludt magasra felrakott lábakkal. Éjféltájban hazamentünk. És tavasz lett. Megindult a rajzás a Szent Michelen és a Szent Germenen le egészen a Szajnáig,
ahol a korlátokon a víz felett lábaikat lógázva üldögének a Quartier Latin lakói az enyhülő estéken, melyek azért még elég hűvösek, bár az ég csillagokkal telt és a szél tavaszi szagokkal járja be a várost. A Pantheon környéke, a nyilvános kertek, a hosszú ódon utcák százféle nyelven karattyoló, nyüzsgő, zsibongó, rongyos és fantasztikus külsejű egyénekkel népesedtek be. Valószínűtlenül sovány művészek rohantak itt karonfogva elmebeteg niedikákkal, lázbeteg feltalálók sietnek lelkendezve és cél nélkül. Modellek, apostolok, anarchisták és közelebbről meghatározhatatlan egzisztenciák zagyva masszája. Mint a hosszú télből szabaduló méhek, óriási tetvágyal özönlöttek el mindent, izgatottan, hisztériásan, hadarva és gesztikulálva. Ekkor történt a katasztrófa, amely már néhány hete fenyegetett. Ugyanis az ort idő elmúltával főhadiszállás nevű albérletünk nálunk rendesebb és jobban fizető lakóra is számíthatott. Ez a körülmény rigorózusabbá tette velünk szemben a lakásadónőt. Bevallom, hogy a katasztrófát közvetlenül én idéztem elő, midőn Saroltáj Rezsővel, a kitűnő szobrásszal megismerkedtem a Luxemburg-kertben, ahol tudja Isten miért, az emberek különösen hajlamosak arra, hogy honfitársakat fedezzenek fel. Ez az úr már 4 napja hajlék nélkül élt Párizsba, és a kimerültség olyan méreteket öltött nála, hogy képes volt állva is aludni, és alva is enni. Mint ő maga mondta, álmosabb volt, mint Árpád atya. Meghívtam a főhadiszállásra, ahol dacára a szoba mérsékkel terjedelmének 4-5 lakóval több vagy kevesebb nemigen számított. Szóval tudtam, hogy akad még számára hely valahol. Ha máshol nem, hát az asztalon. De került még ágy is a részére, mert történetesen az egyikben csak 3-an aludtak ezen a napon, úgyhogy ide még egész jól elfért egy ember. Miután levetkőzött, félszegen, udvariasan bebújt a takaró alá, és a felriadt őslakóknak szertartásosan kezet nyújtva így szólt. Saroltáj Dezső vagyok. Örvendek, mondta Ribári dühösen, és Sírlajost sábához péselve nyomban tovább aludt. Az ébredés azonban keserves volt. A házi asszony kopogtatás nélkül nyitott ránk. Bizonyos, hogy Agilas istálója sokkal rendesebb hely lehetett, mint ezen a reggelen a mi szobánk, ahol mindentől eltekintve 2-szer annyian voltunk, mint ahány ember ennyi légköbméternyi területen józan számítás szerint elfér. A házi asszony álláspontja röviden az volt. Szemet hunyt annak, hogy az 5 ősbérlő felhozta 2 barátját. Nem szólt semmit, hogy a 2 barát még 3 hasonszőrű cimboráját hozta ide lakni. Miután azonban látja, hogy most már nyilvánvalóan züllött alakuk menhelyévé óhajtunk berendezni a lakást, a következő alternatíva elé állít minket. Vagy kiürítjük a bérletet délután 2 óráig, vagy elmegy a rendőrségre, és bejelenti, hogy a lakásában 5 pénztelen és számos bejelentetlen külföldi állampolgár garázdálkodik. Ismerve a rendőrség belátástalanságát az ilyen minősítésű külföldiekkel szemben, kénytelenek voltunk elhagyni a lakást. Délben a nyomorkülönítmény tagjai meleg búcsú után elszélettek a szélrózsa minden irányába. Kárpát, régi hálótársam velem maradt, és együtt haladtunk szegényes szokmokjainkkal a Baszti irányába. Itt megálltunk és hadi tanácsot tartottunk, míg körülöttünk leírhatatlan sokféleséggel morajlott a déli forgalom. Kárpát René kétségbe volt esve. Úgy állt ott a süketítő lárma közepén, olyan keservessé törpülten a hatalmas emlékoszlop alatt, szőkeségével, túlérzékenységével, energiátlanul és remegő térdekkel, mint aki halni készül. Aztán tétován nézett rám. Láttam, hogy mondana valamit. Van valami terved? Kérdeztem. Nem. Illetve csak gondolom. A menhely. Igazad van. Aludj a menhelyen. És nem nézel le ezért? Ugyan? Mi van ebben? Hónap talán én is ott leszek. Ezt ugyan nem mondtam szívből, mert mint polgári fiatalember borzadtam a menhelytől, de bátorítani akartam Kárpátot. Ő azonban tudta jól, hogy gyáva dolgot művel, hogy letört a küzdelemben, a leghamarabb mindnyájunk között. Ne haragudj! Motyogta és ment. Lecsüggett fővel, ingatagon, életének e világosi haditénye után, szívében a menhely kimérájával, és én ott maradtam közepén a nagy térnek, ahol hajdan az előkelő és világhírű börtönintézmény állt. A mai föld alatti villamos helyén, az emlékoszlop alatt, a Járda-szigeten,
amely akkor az egész körülöttem zajgó élettől határolt el, mintha valódi puszta sziget lenne ebben az érzéketlenül zajgó emberóceánban. Velem, a hajótörött, kivetett Robinsonnal. Montparnasse. Aki volt Párizsban, az bizonyára látott már este 11 óra után a Change Heat korlátja mellett áldogáló embert, amint műértő figyelemmel szemléli a concierge-t. Néha hátralép és kisé oldalt hajtja a fejét, hogy egész precízen fogja fel a nyerhető benyomásokat. Az ilyen emberek mindig hajléktalanok, és így akarják kikerülni az őrszemes rendőr figyelmét. Ezért csodálnak meg nagy kíváncsisággal sokszor látott nevezetes épületeket, a Notre Dame-ot, a Hotel de Ville-t, vagy pláne a Palace Royale-t, mint egy jelezve, hogy előkelő idegenforgalmat képviselnek személyükben, és az ország jól felfogott érdekében nem volna tanácsos tapintatlan rendőri tévedéssel megbántani őket. Ezzel szemben a valóság a következő. Reggel magamra öltöttem valamennyi fehér neműmet, zsebre tettem szappant, zsilletet, ruhakefét. Nem hagyva mást a kofferomba, csak három mélyen szántó értekezést, és valószínűleg gallérgombokat. Azután távoztam a hotelből, éppen úgy, mint aki még visszatér, valaha. Fölfelé haladtam a parton. Tulajdonképpen harctérnek láttam ezt a várost, ahol ismeretlen Julius Cézárok, Savórok, Napóleonok küzdenek a kenyérért, az érvényesülésért, éppen olyan életre halára, mint hajdan véres nevű síkokon, és itt ugyanaz a belső erő, szerencsével párosult zsenialitás dönt, mint az igazi harcászatban. Engem mindig kísértett egy hóbort, hogy Napóleon inkarnációja vagyok, és a polgári egzisztenciáért kell megvívnom nem kisebb, de kevésbé dicsőséges harcaimat, mint egykor. Már a Quai de Voltaire környékén jártam. Sikátországú elhagyatott vidék. És egyszerre egy kísértetiesen sovány, gyermek alakú, lovaglónadrágos embert pillantok meg, amint kezében jellegzetes kampósbottal Voltaire szobrát tanulmányozza, minden oldalról álmélkodva és műélvezettel, mint aki nem csak ezt az emlékművet, de általában semmiféle szobrot nem látott még életében. Sír Lajos. Üdvözöltük egymást, és megindultunk szép csendben együtt, mintha csak találkát adtunk volna, a Quai d'Orsay irányába. Nem laksz? Kérdezte. Három ing van rajtam, mert csak ugyanannyi volt. Nem csak ing, hanem általában fehér nemű. Három. Május vége felé járt, és igen meleg volt. Porszállongott a néptelen parton, és bisztrók zártak sorjában, amerre elvonultunk, mintha csak ellenünk történne. Átmentünk a hídon, és még elcsíptük a Rivolinak éppen a végét, ahol a Concordba torkolli. Szemben velünk a nyílegyenes Rue Royale túlsó végén ott állt a Madeleine. Maga a Madeleine. Lajos kivette zsebéből egy doboz Gilois Bleu-t nevezetű, egészen rossz cigarettát. Rágyújtottuk, és már a Champs-Élysées-en jártunk kápráztató autószalonok és lakberendező kirakatok mentén, igyekvő léptekkel, céltalanul és céltudatosan. Így maradt el mellettünk a Ritz, a Caldridge, és ha idejébe vissza nem fordulunk, Nailly-ba érkeztünk volna, ahol kezdetét veszi a Párizsin túli semmi. Megint az étoál volt mellettünk, és Sír Lajos nagy sóhajjal széttárta két karját. Pontosan az Avenue McMahon sarkán, szemközt a világhírű boltívvel, a néptelen benzinszagú derengésben. És rajtam lévő ingeimet úgy áltizzadtam, hogy homlokomról kövér cseppek gördültek alá. Aztán tovább bandukoltunk, sokáig a vége láthatatlan Rivolin, és messziről már látszott Châtelet is. Keskeny árnyvonalával hajdani parádékba burkoltam. Mellettem Sír Lajos vastag botjával olyan volt, mint Tannhauser, vagy még inkább, mint egy miniatűr detektív főfelügyelő. Lábaink elzsibbadtak, most már talán napokig is tudtunk volna menni, így elnyedten, érzéketlenül, egyhangúan, mindig és sehová. De utolsó frankunkkal betértünk az első nyitott bisztróba, amelyik a környéken a Sebastopol és Rivoli sarkán a csatornára való tekintettel 3 órakor nyit. Itt még jobban izzadtam, tehát elővettem a zsebkendőmet, de mikor kibontottam, döbbenten vettem észre, hogy egy hálóink. Beletöröltem csuromvizes arcomat és nyakamat. Kárpát a menhelyre ment, mondtam Sír Lajosnak. Én már azt se bánom, ezek után kérlek. És ezt olyan fáradt grimasszal, olyan végtelenül kérdő formába közölte velem, mint aki leszámolt mindennel.
A bisztró lármával, füsttel, zajjal, csörgéssel telt meg, és a hangzavarból néha kirukkolt az ellenőrző pénztár csengése. Sír Lajos a költő, elaludt. Halálosan sápadt arca, sírásra görbülő ajkainak infantilis kifejezése, és a felső zsebéből kikandikáló fogkefe szőrös vége jelképes látványnak rémlett előttem a párizsi reggelben. Szája szögletében ott ragadt Gilloa Bleu vége füstölgött posztomuszán, és olyan volt vele, mintha tréfás emberek illesztették volna ezt az oda nem illő holmit egy alvó gyermek szájába. Sír Lajos belépett az üdvhadsereg ajtaján. Utolsó sorstársam is kapitulált. Tovább mentem. Tudtam jól, én ide nem fogok belépni, sem a menhelyre. Legfeljebb valamelyik hídról lépek a Szajna vizének örök azilumába. Szemhéjaim leleragadtak, és néhányszor nekem ütődött a fal. Mi az, beteg maga? Nagy erőfeszítéssel tágra nyitottam a szemem. Nedda volt. Még nem aludtam. Nem tudom, mit mondott, mit feleltem. Mentünk együtt valamerre, sok adalomban, zűrzavarban. Aztán ültem valahol, és olyasmiket mondtam, hogy el kell menni Sír Lajosért a szakegyletbe. Hiszen maga lázas. Egy párna érintette hátulról a fejemet, és elmúlt körülöttem minden. Kinyitottam a szemem, este volt. Rózsaszín ernyős lámpa barátságos fénye világított, az asztalnál egy lány ült és olvasott. Lassan megismertem Neddát. Olmos fáradtság sajgott a tagjaimban, és minden erőmre szükségem volt, hogy fel tudjak kelni. Jobban van? Teljesen. Azt hiszem, csak álmos voltam. Vettem a kalapom. Most hova megy? Kérdezte. Álltam. Nem kószálhat megint reggelig. Cigarettára gyújtott, és izgatottan járkált föl a lászobába. Nézze, ez a Párizs tulajdonképpen a Doberdó nekünk, akik itt küzdünk magukra hagyatva a kultúra tűzvonalába. Mindegy, hogy hányféle a célunk, honnan jövünk, merre megyünk. Itt bajtársak vagyunk a küzdelemben, nagy ambíciónkkal, nagy szegénységünkben, megértetlenül. Egyik csizmás lábát a székre tette, és a térdére könyökölt. Galátság lenne, ha maga most etikett kérdések miatt kimenne a semmibe, holott itt egy üres kanapé. Ki mondta? Már előre érezhető volt, és mégis megdöbbentünk mind a ketten. Feleljen erre a töprengésre. Melyik nagyobb vétek az emberi erkölcs ellen? Cserben hagyni a harctéren egy bajtársat, vagy közös fedél alatt tölteni bajtárs módjára az éjszakát egy férfinak egy nővel? De hát, hogy képzeli? Maga jellemes ember. Tudom jól, hogy egy pillanatra se fogja elfelejteni ezt a szót, bajtárs. Két ember becsületét nem döntheti el egy szituáció, amely bekerültek. Ha van bennünk jellem, akkor ennél nagyobb közelségben is azok maradnak, akik voltak. Ha nincs, akkor ennyi kísértés sem szükséges. Kérem, töltse itt az éjszakát, és legyen a lakótársam, amíg változás áll be a körülményeimben. Legfeljebb majd hozzájárul a házbérhez. Az ablakon át egy ívlámpa tágfénye látszott az utca felett függve. Barátságos kis szobában voltam. Függöny, könyvespolc, a falon régi olajnyomat. Maradtam. Ned a szerencsés körülmények között lakott a Montparnasson csendes kis utcáskában, egy hatszobás lakás erkélyes szobájába. A főbérlő nagyobb lakást tartott a belvárosba, de nem adta fel régebbi otthonát sem, és hogy ne maradjon őrizetlenül, Neddának, aki régi ismerőse volt, olcsón adta ki ezt a szobát. Kellemes főbérlő volt, akit sohasem láttunk. Nedda vitte be elsőjén a házbért a belvárosi lakásra. Másnap reggel korán elindultam, gondolat, cél és elhatározás nélkül, hogy munkát keressek. És ekkor találkoztam Párizsban először a véletlennel. Egy előkelő hotel mellett haladtam el, és a pincéből magyar káromkodás ütötte meg a fülemet. Hirtelen elhatározással lekiabáltam a pince ablakon. – Jó napot! Ki az a magyar itt? – Én vagyok. – No, mi kell? – felelte az ismeretlen honfitárs. Lementem. Hatalmas konyhába értem, és egy barna bőrű, öles, alföldi egyén állt meg előttem. – Puskás vagyok, a szakács. – Hát mi van? Röviden vázoltam a helyzetemet. Nincs sem munkaigazolványom, se pénzem, alamismát nem fogadok el, de bármiféle munkát vállalnék. Ha kienged az utcára innen, akkor a közeljövőben egész biztosan nagy szerencsétlenség ér.
Nevetett a szitja, és azt mondta, ha megfogad mosogatásra, a bérem napi 15 franc és ebéd. Így lettem plongeur, ahogy Párizsban az edény mosogatót nevezik. Ehhez a munkához nem kell oly elengedhetetlenül a munkaigazolvány, az úgynevezett carte d'identité. Tehát volt már munkám. Életem legkeservesebb időszaka kezdődött ezzel a munkával. Bőrig nedvesedtem a moslékos langyos víztől, émelyedtem a dús ételpáráktól, de volt 15 frankom, talpallatnyi kilátás Párizsban, és Puskás bátyám honfi szívével mérte az ebédadagokat, úgyhogy vacsorára valót is bőségesen eltehettem belőle. Neddával továbbra is együtt laktunk. Ott aludtunk, öltözködtünk, mosakodtunk egy szobába, és megvaradtunk mindvégig bajtársaknak. Talán jobb körülmények között különösebb vagy idegesítőbb lett volna ez a szokatlan közelség, de ebbe a gondterhelt életben agyonzaklatottan elkeseredettem, minden gondolatunkat, érzésünket lefoglalta a napi életharca. Természetesnek találtuk ezt a helyzetet, és olyan nyugodtan, megszokottan éltük egymás mellett, mintha nem is lettünk volna külön nemben lévő egészséges és fiatal emberek. Este gyűrött füzetekbe dolgoztunk, vitatkoztunk, veszekedtünk, és korszakalkotónak találtuk azt a makulátlan közösséget, amelyben éltünk. A nyomorkülönítmény tagjai, ezt talán mondanom sem kell, valamennyien lelkes híveink lettek az ügyben, kivétel nélkül hittek a lakótársi viszonyunk tisztaságában, valósággal ünnepeltek minket. Talán virágot is vettek volna, ha ez időtáj bevásárlásai tekintetében nem szorítkoztak volna kizárólag kenyérre. Esetünk inkább diadala volt az erkölcsnek, mint bukása. Sokszor pénzt adtunk kölcsön egymásnak, egy-két frankot, közösen használtuk a teját, és nem kérdeztünk semmit, hogy kicsoda, micsoda tulajdonképpen a másik, nehogy a közös lakás függetlenségünket csorbítsa. Lassan elszakadtam a nyomor különítménytől, a macskaláb helyett a rotondba és a kupolba jártam, alkalom után cserkészni, vagy elmentem a világhírű Café Domba, ahol Nedda irodalmi törzsasztala volt. Néhányszor elvegyültem itt a legfurcsább avantgardista társaságban, melynek feje Vlaszta volt, egy csehszlovák zseni. Általános figyelem közepette halkhangú előadásokat tartott az irodalom jövő irányáról. Kopasz, nagyhomlokú, cvikkeres úr volt, pedánsan öltözött és lapos, bizalmatlankodó pillantásokat vetett arra, akihez beszélt. Nem szerettem ezt az embert, alakoskodónak, hidegagyúnak, hazugnak éreztem. De Nedda szemei néhány milliméterrel kerekebbre tágultak, ha hallgatta, a szája hangtalanul mozgott, ahogy befelé utána morzsolta Vlaszta szavait. Otthon nagy hévvel ismételgette ezeket a kinyilatkoztatásokat, és ha látta, hogy engem egyáltalán nem hat át Vlaszta szellemének nagyszerűsége, hirtelen, lenéző arckifejezéssel abba hagyta a beszédet, és irántam való szimpátiája bizonyára csökkent. Közben mosogattam. Szörnyű hetek voltak. A langyos víz a bokáig érő baromfitól, zöldséghulladék és a dúsan hömpögő ételgőz párája utálattal töltöttek el. Úgy mentem naponta a konyhába munkámat végezni, mint aki súlyos bűnért kirót vezeklésnek adja át magát. És sikertelen hadműveletemről ezt a szomorú hőfert bocsátottam ki egy honmaradt barátomhoz. Párizsban a nyomor változatlan. A Grand Boulevard, mely Madeleine-nél kezdődik. Egyik este cserkészésem színhelyét áttettem a Montparnasse-ról az opera környékére. Rászántam egy pár frankot, és beültem a Café de la Pigs-be. Ez az óriási kávéház két nagy részre oszlik. A Boulevard Cappuccino-ra néző fronton van a tulajdonképpeni kávéház, amely hatalmas boxokra van osztva vékony közfalakkal. Az opera felé néző oldal étterem. A bejáratnál Ribárival találkoztam. Szivarozott aktatáskát viselt a hón alatt, és titokzatos előkelő arccal mondta, hogy fontos politikai ügyekkel van elfoglalva. Ez a kávéház nem elsőrangú hely, de vendégei sokat adnak a látszatra, és korgógyomruk dacára fekete kávét isznak utolsó pénzükön, hogy készelétbe lebzseljenek itt. Koldusok kifogástalan ruhában és lakcipőben üldögélnek. Hajléktalanok, frissen fésült frizurával, utolsó klizmájukat szívják, és gondtalan derűvel társalognak. A hátsó boxban leülök, kávét iszom és magyar újságot olvasok. Olyan különös, örömmel vegyes bánat tölt el minden sor, például ilyen szürke, unalmas nyomtatás, vásároljon a Király utcába,
Vagy egy naphír, tegnap délután az Üllői út 15 számú házba megőrült a segédház felügyelő. Milyen messzi dolog mindez? Elborulok belülről, mint mikor siető fellegárnyék a vonul végig a világos zöld szántóföldön. És egyszerre meglátom Négert. Néger Bélát, akiről nem is tudtam, hogy Párizsban van. Akivel legutóbb 6 év előtt találkoztam Budapesten. Tőzsdebizományos volt, és autón járt. A kijárat felé tart. Megszólítom. Néhány szó után megállapodunk, hogy elmegyünk sétálni. Fizetek, és már kint is vagyunk a kávéház előtt. Este van. Néger arca megnyugtat. Vonásain nem ül az a fanyar udvariasság, az az előlegezett permanens bizalmatlanság, amelyel a kopott magyarta jobban szituált honfitárs általában fogadni szokta itt Párizsban. A hatalmas operatér vásárian túl van tömve. Két metró kijárat ontja az utasokat. Egy életveszélyes, örvénylő, fénylő porfelhőbe, benzingázba burkolt ember és jármű gombolyag. Harsok, püfög, dübög, hunyorgó és mozdulatlan fényreklámok, ragyogó kirakatok teszik a szemnek is bántóvá a zsivajt. Megtudom, hogy Néger némi pénzt hozott ki magával, és berendezett egy fényképészeti műtermet. Így megyünk csendesen tolongva és préselve a Grand Boulevardon. A lögdösődés éppen olyan megszokott valami este felé ezen a környéken, mint ahogy az ember hozzászokik üvöltve társalogni, percekre elkeveredni a tömegben attól, akivel megy. Fényes áruházak, paloták és bankok tövében lacikonyhák vannak, lepényeket, krumplit sütnek, enyhe zsír és olajszak teszi változatossá a benzinbűzt. Lejjebb következnek a Grand Boulevard kávéházai, amelyek jóformán üresek, mert a vendégek egy része a kávéház előtt az utcán áldogál. Letérünk egy mellékutcába, és elérünk a tőzsdéhez. Szemben vagyunk a lámpátlan vén épülettel. Valami antik méltóság, divattyamult gőg sugárzik a börszről, és alatta, mint zsúrfiú az alapítványi hölgy lábainál, kivilágított metróállomás van. Néger sokáig nézi, aztán beszélni kezd. Látja, őszülök. Megjártam Vilnát, Krasznikot, Bukovinát és Inzolvenciát. Most előről kezdhetek mindent. Tőzsdés voltam, és ha ezt az épületet nézem, Kuberral kell gondolnom, aki festő létére vállalkozott rá, hogy felgyújtja a Louvre-t. Sóhajt. Tovább sétálunk. Lassan magamra terelem a szót. Elpanaszolom neki fiaskómat, tengődésemet. Figyelmesen végighallgat, aztán ezt mondja. Hát nézze, én ugyan magam is gondokkal küzdök. Sokat nem tehetek, de hogy ne kelljen mosogatnia, amit abban a hotelbe kap, azt nálam is megkeresheti. Nagyon jó amatőr fényképész voltam. De erről nincs szó, sajnos magamnak is kevés a munka. Talán mint kifutót, ha ez nem derogál. Rendbe tartaná a laboratóriumot, hozná utánam az állványt, a gépet. Felcsaptam. Másnap elmentem Puskáshoz, és kijelentettem magam. Hálával és szeretettel ráztam meg barna nagy kezét, amely a legválságosabb órában jó szívvel nyújtott felém egy darab kenyeret. Ő is atyailag nézett rám. Aztán vigyázzon magára, fiú, nehogy elzűjön, mert az hamar megy itt Párizsba. Abszolút ne higgyen a nőknek. Megnyugtattam, hogy ezt abszolút nem fogom tenni, és ha módomban lesz, sokszorosan leróvom mélységes hálámat. Száva, mondta az ő szélesen nyitott turáni albetűivel, és kikísért az utcára, ahol átadott 15 frankot. Ne köszönje, mára még felvették a listába. Minek adjam vissza a szürkéknek a pénzt? Szürkéknek hívtuk a franciákat, hogy ne értsék, ha róluk beszélünk. Az bizonyos, hogy Négernél betöltött állásom nem nevezhető tekintélyesnek. Reggeltől estig cipeltem az állványt, a gépet talpaltam szerkesztőségről szerkesztőségre, fotóriportjainkat ajánlani, vagy leszállítottam a képeket megrendelőinkhez, és nyugodtan vágtam zsebre egy-két franc borravalót. Borravalót! Ha ezt valaki Pesten mondta volna, és milyen magától értetődő volt itt. Mint minden erőfeszítés, megalázkodás, amely alkalmas arra, hogy általa a napi életbe bekapcsolódva fenntartsa magát az ember. Műtermünk a fotó Biux Arts néven a Rue de Surin volt, a Madeleine templom közelében, egy keskeny, csendes, előkelő utcában, és én a cég ügynöke, kifutója, laboránsa voltam egy szemébe. Esténként fáradtam, búskomoran hevertem a díványon. Nedda is lehalkult. Lasztáért még mindig rajongott, de tanulmányainak folytatását egyre nehezebbé tettek a szigorlati díjak. Drága könyvek, jegyzetek, és ami leginkább bántotta,
írásait sorba adták vissza a lapok, mint közölhetetlent. Pedig milyen büszke volt a zseniére, hogy hitt a tehetségében. Naponta könyörögtem Négernek, hogy bízzon rám egy kisebb gépet, megpróbálok üzletet csinálni. Néger eleinte hajthatatlan volt. Később mégis adta az áhított gépet és egy csomagfilmet avval a kikötéssel, hogy ha elhasználom az anyagot, és belátom, hogy nem megy semmire, békében hagyom. Idegesen cserkésztem keresztül kasul Párizsba, hogy a rendelkezésemre álló 12 gépet jól használjam ki. Elszánt voltam és erőszakos. Leszólítottam külföldieket és kapacitáltam őket. Nekik szögeztem a gépemet támadóan, de hiába. A filmpak felét elpocsékoltam, és már láttam közeledni a napot, amelyen vissza kell adnom szégyenszemre a gépet, és újra kifutóvá lennem. Elkeseredésem a tetőfokra hágott. Elhatároztam, hogy ezen a napon végzek magammal. Nem bírtam elviselni azt, hogy belerezignálódjak a lantasságom tudatába. Már csak 4 kép volt a gépben, és semmi eredmény. Néger, avval az ürüggyel, hogy szüksége lesz rá, visszakérte a gépet. Megkértem, hogy még egy napig várjon. Úgy állt előttem ez a nap, mint egy valóságos, tiszta filmfelvétel, amely memóriám gombnyomására nyomban kész lepergetni az agyamban, a nap legkisebb mozdanatát is megismételve. Néger reggel elment, és azt mondta, 3 órára visszajön. Ma sem kétlem, hogy ezen a napon megöltem volna magam, ha nem történik semmi. Vállamra vettem a fényképezőgép tokját, és lementem az utcára. Mintha érdektelen nap lenne, szinte egykedvűen fújtam a cigaretta füstjét a levegőbe. A Bulvár Hausmannon témferegtem, midőn döbbentően meg kellett állnom. Ijesztően idegen, és mégis jól ismert alak közeledett felém. Nem is alak, hanem jelenés. Szőke, nagy szakállal, tarkóigérő hosszú hajjal. Egy szent vagy őrült, furcsa orosz ingben, amelynek derekán lazára kötött zsinórzat lógott le bojtos véggel. Te jó Isten, Kárpát René! De hogy nézett ki? Mint Tolsztói leogrófa Jaszna Poljanai remete, vagy még inkább, mint Rip van Winkle az opera 3. felvonásában. Két, hogy ne csinálják feltűnést, és elmondta, hogy egy orosz zenekar tagja a rakéta mulatóba, természetesen a Plaspigálon, és szerződés szerint így kell járnia. Tangó énekes és ukululét játszik, ibuja színű fényszóró hatás mellett refréneket ad elő, tölcséren keresztül, de azért operát komponál. Mi van velem? Hát fényképezgetek, laboratóriumba dolgozom, de azért írok. Kezet fogtunk és elváltunk. Az emberek utána fordultak. Búcsúztam Kádár Miklóstól, ettől a kellemes, tréfás fiútól, aki tulajdonképpen velem volt azonos. Kár értem, mint minden olyan emberért, aki nem valamilyen betegség, és nem is az akkori gyengeség kényszerít el az élők sorából. Ilyeneket gondoltam, és közben a Madeleinehez értem, ahol a Grand Boulevard kezdődik. Ez is jelképes, ez a Grand Boulevard, ez a nagy út, melynek kezdetén itt állok, és nem a Klisi felé vezet a mai napon, hanem a Tartaroszba, a szférákba, vagy tudj Isten micsoda örökké valóságba, egy kifutóba inkarnált Napóleonnal. A templom előtt autókár vesztegelt, körülötte egy csomó külföldi áldogált az indulásra várva. Szinte éreztem, ahogy forró agyamból egy szikra pattan ki. Ötlet. A kocsi 12-kor indul, és miután leír egy kört a városban, 1 órára visszaér a Madeleinehez. Mint villanyos áram járt át a cselekvő izgalom. Oda siettem, és sok szó vesztegetése nélkül összeállítottam egy tablót a meglepett külföldiekből. A nap gyönyörűen sütött, és mindent egy felvételre téve az utolsó 4 lemezt leknipszeltem, mint a szaknyelven mondják. Mire a kalauz az indulást jelezte, már rohantam vissza fel a műterembe. Lázas gyorsasággal előhívtam a képeket. Alkohollal szárítottam. Tüzet fog az ingem, megégetem a tenyerem. Kiöntök egy üveg oldott fixírt. 3/4. Kész vagyok. 3-asával ugrálom a lépcsőket. Az utolsó 8 fokot gurulva teszem meg. Sántikával rohanok. Fő a gyors menetelés, ahogy a Sterlingnél csináltam. Velem együtt érkezik az autó a Madeleinehez. A kiszálló utasok között gyorsan kiosztom a képeket. 10 frank 1 darab, utárrendelésnél tucatja 25 frank. Percek alatt szétkapkodják, további 5 perc alatt 300 frank ára utárrendelés. Lelkendezve osztogatom a cégkártyákat. Mosolygok, hajlongok, az előkelő vevők is mosolyognak és megveregetik a vállamat. Olyan strapált, boldog és szolgálatkész vagyok e pillanatban,
mint aki valódi üzletkötésből jön, tépetten, sántán, porosan, lázas szemekkel álltam ott. Ez volt az a nap, amikor Madeleine-nél gyors meneteléssel áttörtem a párizsi közöny frontját, és szemben velem, ahogy nézem, egy hosszú-hosszú út kezdődött, de abban a pillanatban már tudtam jól, hogy nem az életből kifelé vezet ez a Grand Boulevard, hanem egészen máshová. Ismeretlen, de nagyszerű célhoz. Jött néger. Kissé csodálkozva állt meg az ajtóba, ahogy elé betárultak a csatanyomai. Figyelmesen végighallgatott, hosszan nézett rám, aztán megszorította a kezemet, átadott 100 frankot, és azt mondta, hogy ezentúl rendelkezésemre áll a műterme, csak ha lehet, kiméljem kissé a berendezést. Másnap még sikerült a Madeleine-nél az üzlet. Harmadnap már 6 fényképész versengett egymással, és tekintve, hogy a rendőri közbelépés percek kérdésének látszott, felhagytam az autókár üzlettel. Igazolvány nélkül nem konkurálhattam a francia fényképészekkel. Mint annyi más esetben, a jó magyar ötletet egyszerűen okkupálták a franciák. De most már, mintha az első eredmény vonzaná a többit, volt üzlet. Néhány külföldit, akinek leszállítottam a csoportképet, rávettem, hogy fényképeztesse le magát, és sikerült egy-egy riportot is elhelyeznem. 1500 frankot kerestem ebben a hónapban, de Nedda előtt óvatosan eltitkoltam, mert így semmi okunk sem lett volna arra, hogy tovább is együtt lakjunk. Igazán semmi. Mialatt az én életemben döntő események történtek, nála változatlanul maradt minden a régibe. Járt az egyetemre, a domba vlasztát csodálni, és esténként, ha otthon összejöttünk, folytatta szenvedélyes vitáit, modern elveiről, a nők függetlenségéről, a férfiak tévhitéről, Vlaszta szellemének nagyszerűségéről, és, mert rövid látásával szemben, mióta javult a helyzetem, még tűrhetetlenebb voltam, sokszor szinte gyűlölettel, személyeskedve, fitymálva engem védte az igazát. Lassan én hordtam haza cukrot és teját, ügyesen hozzákeverve a régihez, titokba felfrissítettem a cigaretta készletét. Így lett nyár. A város vastagon ülte meg a por. A Luxemburg kertúst lombjai teljes díszükben álltak, és én új üzletágat űztem. Frekventált kirándulóhelyekre jártam, és gyors fényképeket készítettem. Hogy valamikor író voltam, fantaszta, elvekért, gondolatokért lelkesedtem. Úgy lémlett, mint egy valószínűtlen gyermekkori emlék. Nem érdekelt más, mint a jelen, a munka, az üzlet. Napestig zuhogott velem a metró szerteszét a városba. A rend, az aktivitás és a józanság, mint nagyszerű új vendégek költöztek az életembe. És Gustave Le Bon értekezése a tömegek lélektanáról, közepén behajtott lappal hever talán ma is valahol Párizsban, ahol egy percre abba hagytam, és örökre nem olvastam el. Egy júliusi napon korábban mentem haza. Tudtam, hogy Nedda még nem lesz otthon. Sokszor éjfélig is elüldögél a domba. 8 óra volt, mikor feljöttem Rue de Bac-nál a föld alól, langyos, füllett nyári estén. A szobába érve kinyitottam az ablakot. Jó érzéssel, de mégis különös melankóliákkal álltam ott, és eszembe jutott egy porszagú, ócska budapesti szerkesztőség, ahol csirizzel és ollóval működtem a magyar hírszolgáltatás érdekébe. Felettem teljes csillagdíszében, mozdulatlanul sziporkázva állt a nyári ég, és a kies utcácskán át folytottan szüremlettek hozzám a távoli bulvárok forgalmi lármái. A műterem íróasztalában 5000 frank megtakarított pénzem van. Bal felső zsebemben a csodálatos papír. A carte d'identité. Gondolat? Semmire se vittem vele. És íme kezembe vettem egy gépet, egy egész kis gépet, és csekély erőfeszítéssel átrepültem leszállás nélkül a könnyeknek és a szenvedéseknek azt az óceánját, amely a fiatalság és a megélhetés között tátong. Neddára gondoltam, és ebben a pillanatban nyílt az ajtó, és mint egy gondolatom hívására megjelent. Feltűnő volt, hogy ilyen korán hazajön. Sápatnak látszott, arcán az ő egyéni diszharmóniájával, amit táguló orcimpák és keskenyre csukott ajkai fejeztek ki. Azonnal láttam, hogy történt vele valami, de nem szóltam semmit. Nem léphettem túl az érintkezésünk semleges zónáját, amely nem tűrte, hogy bajtársak és szabad gondolkodók egymás magánéletébe beavatkozzanak. Később közömbösen mondtam. Jövő héten 4 napot statisztálok filmem. Meg lesz a házbér. Megrándult az arca, elfordult és az ablakhoz állt. Háttal nekem, mintha könnyeit szégyelni.
Hallgattam. Gondoltam, ha rászorítom az agyára ezt a csendet, felfakad az izgalma, míg ha kérdem, erőt adok a hallgatáshoz. Egy negyed óra múlt el így. Hirtelen megfordult és kihívóan mondta. Olvasta az esti lapokat? Nem. Lasztát tetten érték és letartóztatták a Ritzben. Nemzetközi hamis kártyás. És úgy nézett rám, előre gyűlölve a diadalmamért, úgy remegtette felém apró rózsaszín orcimpáit fenyegetően, mintha részese lennék az ügynek. Szelid iróniával mondtam. Istenem, ettől még igazán lehet kitűnő bölcs, nagy művész. Nézze, Mion utonálló volt, Rembrandt morál. Megijedtem tőle, ahogy szembefordult. Három lépéssel elém dongott nagy csizmásan, és úgy nézett rám, mint akinek kutyakorbács van a kezében. Hallgasson! Ez jellemzi magát, ez az olcsó di... Elfulladt a hangja, és zihálva hátat fordított. Csak nem sír. Most megértettem Vlasztát, simaságát, szellemi álruháját és szúró kutató pillantását. Ostobaság, mondtam vigasztalóan, ebből lelki kurzust csinálni. Maga provokálja a sorstól, hogy hasonló élményekbe legyen része. Visszament az asztalhoz. Most tisztán láttam, hogy a szeme sarkában egy könycsepp áll, és nagy küzdelemmel tágra mereszti pilláját, nehogy a csepp kihúljon. Erőt vett magát. Leült, cigarettázott, és körmeivel idegesen dobolt az asztalon. Úgy látsz, nem tudja, mit csinál a belső feszültségtől. Én árva vagyok. A nagybátyám nevelt, de el kellett jönnöm tőle. 60 éves földbirtokos. Belém szeretett. Azóta itt élek így. Úgy recitált monotonon, remegő hangon, mintha betámolygott volna hozzám a kapitány elé a rendőrségre, hogy Uram, én öltem! És most mindennel leszámolva bemondja a nacionáliát. Fivéreim részeges garázda falusi emberek. Még nem tartoztam soha senkihez, testvérhez, rokonhoz. Maga nem tudja, mennyit szenvedtem már. Halkan mormolta. Vertek. Én Budapesten születtem, 904-ben. 8 gimnáziumot végeztem, van egy húgom, apám ügyvéd, nevem Kádár. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Mondtam, miután több hónapja együtt laktunk. Mint hogy már úgyis csúfsebet ejtettünk a szabad gondolkodás törvényein, később megkérdezte. Maga minek jött el otthonról? Rossz viszonyok jártak nálunk a művészekre, és boldogtalan voltam. Egy 16 éves lányba voltam szerelmes, aki néhány hétig zenede helyett velem sétálgatott a délután. Aztán jött egy banktisztviselő, házasságképesebb fiatalember volt nálam, és én ott álltam reménytelenül úgyis, mint szerelmes, úgyis, mint író, úgyis, mint fiatalember. És ebben a lelki állapotban kivándoroltam Párizsba. Szereti még? Rég volt. Egy távoli autókült hangja szüremlett be a nyitott ablakon. Bizonyára mindketten Dél-Kelet-Európában ma is létező múltunkba kísértettünk gondolatainkkal. A lámpa kialudt. Lefeküdtünk. A szoba túlsó végében lobbant a gyufa, és egy pillanatra néhány kemény vonását láttam meg az óra és szája körül. Az elhagyatott utcán két ember ballagott, hangosan vitatkozva. Nem vágyik haza? Kérdezte. Szeretném látni Budapestet. A poros körúti kávéházak teraszain ismerősök ülnek. Budáról nézve a dunaparti hotelok ragyogó lámpasora látszik. Ásítottam. Én 8 éven keresztül minden reggel álmosan és dideregve az Almási téren át a gimnáziumba jártam. Hallgattunk. Összecsüsörített szájjal hangtalanul egy pesti nótát fütyüréztem befelé, és a szoba túlsó végében gazdátlannak látszott. Tűzszínű pont emelkedett a magasba, aztán zizegve felfény lett. Jó éjszakát, mondta, és a piros folt végképp lehanyatlott. A Pigánnál leugrottam az autóbuszról. Olyan az a tér este, mint valami kikötőváros mulató negyede. Csupa olcsó zene, rossz hírű mulató, varieté és kávéház. Közel a klisihez, és ami még különösebb, közel a dombhoz, amelyről a szakrakőrök zárdája néz le anakronizmussal és méltósága letájra. Csak ugyanitt játszott ukululét a rakéta mulatóban Kárpát René a tangó énekes, tagja a kaukázus jazznek. Valóban itt adott elő refréneket, de milyen harmadrangú helyen, még a Pigálon is, ahol az elsőrangúak is hatodrangúnak számítanak párizsi viszonylatban.
Szomorú, kiéhezett emberekből állt ez a grófi zenekar, a muzsika iparosaiból, akik anélkül, hogy hamisan játszanának, képesek fülsértőek lenni egy hangúságukkal. A szakszofonos a párizsi postás zenekar tárogatósa volt régebben, és onnan emigrált a Pigárra, orosz grófnak. Kárpát René, a békebeli cári gárda kapitánya, a legbúsabb és legkiéhezettebb mind között, bár ukululét játszott, mégis úgy hatott működésével, mint egy vakzongorista. A zenekar valamikor tényleg oroszokból állt, de a tagok addig cserélődtek, míg végül is csak a népviselet maradt eredeti. Ugyanitt működött a nyomorkülönítmény másik tagja is, Zombori Schalk Rudolf, a modern festészeti irány főbb képviselői közül, mint gyors rajzoló. Tény dolog, hogy rendkívül gyorsan rajzolt, ezzel szemben kevés súlyt helyezett arra, hogy a kép hasonlítson a modellhez. Ezt a csekéséget avval az udvariassággal helyettesítette, hogy mindenkit szépnek és fiatalnak örökített meg, olyan eredménnyel, amely messze túlszárnyalta az orvostudomány és a kozmetika összes lehetőségeit. De monoklit hordott, és dőfösségét, önbizalmát, határozott fellépését nem törte meg a nyomor. Ellentétben a túlszenzitív Kárpát Rönével, aki közkívánatra, mint kolonel, orosz népdalokat is énekel szólóban. Ezek a népdalok kivétel nélkül ismeretesek voltak előttem, csak az volt a különös bennük, hogy Kárpát René a valószerűség kedvéért eredeti orosz szavakat vegyített a szövegükbe. A legsikerültebb tatárdala például így hangzott. Szeretnék május éjszakáján a Jeszner minden orgonát, amíg a Volga édes álom, stb. Stb. Ez az újítás először nagyon meglepett, de éjfélig hozzászoktam, mint ahogy Párizsban, de főleg a Pigállon, a legszokatlanabb dolgokba is belenyugszik az ember. Zombori bemutatta a helység egy táncos nőjét, honfitársunkat, Patai Máriát. Érdeklődtem a nyomor különítmény tagjai iránt, de a legtöbbjükről nem tudtak semmit. Bükk Iván, a műtörténész egy másodosztályú csapatban hivatásos labdarúgó lett. Sábát legutóbb triciklin látták. Salótai Rezső, a kitűnő szobrász, japánok számára elefántcsont díszműveket készít túróból. Sír Lajost elnyelte az üdvhadsereg. Közben Pataki Mária gyors tempóban szívta a cigarettáimat, és elmondta, hogy februárban egy belga vezérigazgató feleségül akarta venni, aztán mégsem tette. A zene halk, és ezáltal a lábak csoszogása élénkebben hallatszik az alulról világított üvegparketten. Hólabda és szerpentin repül mindenfelé, komoly idősebb urak turbánt viselnek a fejükön, és klubvalonokkal játszanak. Távolabb egy csendes társaságú, idősebb angolos arcú ősz férfi körül. Sokan figyelik őket, mert az őszember világhírű filmrendező, és a körülötte lévők vezérkarának tagjai. Látja, mondom Pataki Márjának, a maga helyébe most oda mennék a főrendezőhöz. Jó kedvű, spicces, bizonyára meghallgatja, talán kirendeli holnapra a filmgyárba. Mária szemei felcsillannak, és átmegy a főrendezőhöz. No, ezt jó beugrottad, mondja nevetve Zombori. A főrendező mosolyogva hallgatja, összesúg a társasággal, végül úgy határoznak, hogy szívesen kipróbálnák Máriát, de itt, most, rögtön. Álljon ki a parketre, majd eljátszatnak vele egy filmjelenetet. Mária mindenbe beleegyezik, nem látja, hogy bolondot csinálnak belőle, hogy felrúgják a szerencsétlenségét. A vezérkar filmgyárat játszik. A zene elhallgat, általános csend, a Pigál közönsége érti a tréfát. Az egyik fiatalember hóna alá csap egy könyvet, fel alá szaladgál és rendelkezik. A főrendező átveszi egy pincértől Kárpát René tangó tölcsérét, a szcenikus felkiabál a gépésznek. Reflektor, még kéket! Mária reszketve áll középpen a váltakozó fényívek alatt. Többen pisszegnek. A filmvezér ma különösen bohém kedvében van. A pezsgőhűtőt felteszik a kecskelábú tálalóasztalkára, mögé áll az operatőr és igazgatja a hűtőt, mint egy felvevőgépet. A reflektor csóvája körülfut, aztán egy helyen rezegve pirosba játszó színnel megáll Márián. A vezér rendelkezik. Littmann, szerezzen egy urat! És Littmann rohan. A szeme megakad Zomborin, és felkéri, hogy lépjen a parkettára Mária mellé. Zombori utálja a komédiát, ezeknek a nagyuraknak leereszkedő tréfáját, és esze ágában sincs, hogy bolondot csináljon magából. Ugye maga jött az előbb, hogy rajzolni akar? Na hát, ha beáll játszani, megvesszük négy rajzát. És Zombori, a büszke, mokány Zombori,
A közelgő elsőjére gondol, megigazítja monokliát, és lenéző gőggel, lassú léptekkel, de mégis odaáll a parketre Mária mellé. A rendező elmondja a jelenet tartalmát. A művésznő egy nagyvilági nőt alakít, az úr államtitkárt. A nők könyörök hűtlen szerelmesének térdre hull, nyújtja feléje a gyermeküket, az államtitkár elfordul, megtagadja a szerelmét, az anyát és a gyermeket. Felvette a szócsövet. Vigyázz! Felvétel! Lassz! Az operatőr sebesen forgatja a kezét a pezsgőhűtőn. A rendező diktál a szócsövön át. Letérdel, sírva mutatja a gyereket. És Mária játszik. Szívvel, lélekkel, könnyel, vergődik és szenved. Zombori közönösen áll, hogy kifejezze, mennyire nem óhatja produkálni magát. Mennyire nem vesz részt, mint alanya tréfába. Mennyire kényszerhelyzetben van. A rendező feléje harsog. Az államtitkár elfordul! És Zombori olyan lenézéssel és utálattal fordult el, mint egy valóságos államtitkár, ettől a részeg piszok társaságtól. A rendező, mintha csak őt ugratná, állandóan feléje kiabál. Az államtitkár karjába fonja a kezét, végignéz a nőn és ellép a közelemből, egy rövid mozdulatot tesz. Mária az egész szívét, minden bánatát, minden impresszióját, amit moziba valaha látott, beleviszi ebbe a játékba. Ellenkezőleg Zomborival, aki monoklis gőgében mélyen lesajnálja az egész bandát. A rendező, mintha érdeklődni kezdene. Előbbre lép, nem mosolyog, figyel és diktál. Mária még féken veszettebben játszik. Egy percig tart így, aztán a rendező beleharsog a szócsőbe. Kész! Kikapcsolni, köszönöm! Csend lesz. A rendező így szól. Szerződtetve van. Leteszi a szócsövet. Mária boldogan, félig még a játék transzába közeledik egy lépést, de a mindenható hűvösen visszainti. Nem maga, az úr. Zombori azt hiszi, hogy még mindig tréfálnak. Elég. Kérem, ez nem tréfa, mondja a rendező. Ön szerződtetve van a Politika és Szerelem című film főszerepére. Sokkal jobb, mint akinek a szerepet eredetileg szántam. Tessék a névjegyem. 10-re várom a vállalat irodájába. Pontosan legyen ott. Kérem, én festőművész vagyok. Hogy maga micsoda, azt én jobban tudom. Maga filmszínész barátom. Higgy el nekem, én konyítok ehhez a mesterséghez. Na, mehetünk, urak. 10-re várom. Ótogatták a lámpákat. A zenekar csomagolt, mi elindultunk hajnalban, és Mária ott maradt, valószínűleg örökre a pigálom. A Szevasztopolon bementünk ugyanabba a bisztróba, ahol én a hálóinget húztam elő a zsebemből. Kávét ittunk. Most feljössz a műterembe, mondtam Zomborinak. Ott megbeszéljük a továbbit. Mindenekelőtt le foglak fényképezni. Én is jövök, mondta Kárpát, és már fel se vette hangszerének koporsóját, azt a kis zenei tokot, amelyben nagyobb ambíciók gyermeki halottját az ukulelét cipelte magával. Mentünk a műterembe végig a Grand Boulevardon. A fehér, üres utca közepén egy nagy újságpapírost vonszolt a finom reggeli szél. A két sápat furcsa ember szinte beleolvadt ebbe a mélységes hangulatba, ahogy szótlanul baktattak mellettem a néptelen Párizsban. Felvittem őket a műterembe. Néger még aludt. Mi az? Riadt fel. Sürgős üzlet, mondtam, és bemutattam neki az urakat. Nagyon csodálkozott, különösen Kárpáton. Azt hitte, őt fényképeztem le, valami hindu zarándok csodabagarat. Két jó ruhámat itt tartottam néger holmiai között, mert Nedda előtt ugyanolyan külsővel jelentem meg naponta, amilyen akkor voltam, mikor összeköltöztünk. Zomborinak most rendelkezésére bocsátottam legjobb ruhámat, és néhány felvételt készítettem róla. Néger meg se kérdezte a kísérteties hajnali felvonulásokát, felöltözött. Mikor készen voltam a felvételekkel, már nappal volt. Zombori néhányszor megnézte magát a tükörben, igazított a monoklián, aztán kérdően rám nézett. Természetesen így fogsz jelentkezni a rendezőnél. Az első benyomás sokat számít, mondtam. Zombori egy szót sem tudott szólni. Olyan izgatott volt, hogy távozáskor néger nagyon finom szürke kalapját csapta a fejébe. Azonnal hozzáfogtam a képek kidolgozásához. Közben elmondtam mindent négernek. Kárpát, aki csodálatos módon valamennyiünk között legnagyobb mértékben vett részt az izgalmakban, elaludt a sezlonyon.
és a magas nyakú sötét ingből kiálló, sápat, nagy homlokú arcával, lehunyt szemével úgy nézett ki, mint Jock Hannan feje a Szaloméból. Most következtek a várakozás, kétségekkel telt idegfeszítő órái. Lehet, hogy a rendező reggele kialudta magából az egész históriát. Kárpát felriadt, és a szája szélét rágta. Néger szilvóriumot vett elő a fali szekrényből, és ittunk. Az idegesség nem csökkent. Kárpát havai dalokat adott elő az ukulelén. Az idegesség nőtt. 00:30. Cseng a telefon. Felugráltunk. Tévedés. Hárman járkáltunk össze-vissza, némán és idegesen a szobába. Kárpát lefekszik, mert szívdobogást kap. Néger meg én barkokbázunk. 01:00. Cseng a telefon. Néger felveszi a kagylót. Hallgat, aztán halkan hátra szól. Ő. Kárpát sírva fakad. Megtudjuk az eredményt. Szerződtették. Türelmetlenül várták már, a rendező mindenkinek azt mesélte, hogy csodálatos új tehetséget fedezett fel. Összecsomagoltam a képeket, és mentem. Kárpát velem, izgatottan és buzgón. Taxiba ültünk. Mintha hadseregszemlét tartanék, úgy néztem diadalmasan az autó mentén tovavonuló, legyőzött Párizst. Sorra jártam a szerkesztőségeket, felajánlottam a legújabb filmsztár fényképét. Sehol sem hitték el a történetet, és betelefonáltak a filmgyárba, aztán megvették a felvételeket. Az összes képet eladtam. 4500 frankot kerestem, amiből 200-at Kárpátnak adtam. De nem akarta elfogadni. Ő nem azért izgult. Neki hál' Istennek van 20 frankja. Betettem a pénzt a zsebébe, és ott hagytam. Sanzelizé. Közeledett az ősz, és nekem újra az elégedetlenség vastag íze tapadt az ínyemhez. Osztellik, és vége? Most már megkerestük, amit kellett, és ez Párizsban egy szó. Volt nagyító felszerelésünk és házi szolgánk, akinek formasapkáján aranybetűkkel ez állt írva. Photo Bukes Arts. Beláttam, hogy csúnya vonás bennem ez a túlzott becsvágy, amellyel hálátlanul nem érem be az eddigi rendkívüli eredményekkel, de úgy éreztem, hogy áttörő győzelmek nélkül csak akkor tekinthetném nyugvópontnak a célt, ha elérném a lehetőségek csúcsát. És most, mintha megfenek lett volna velem a karrier rakétahajtóműve. A hangyamunka nem elégített ki. Alig dolgoztam valamit. Naphosszat kószáltam a bulvárokon, és a gép, mint szimbólummá elevenedett szemrehányás csüngött az oldalamon. Egy ilyen nap estén betértem a híres Globe kávéházba, melynek szuterénye biliárdasztalairól híres Párizsban. Egy ismerős felhívta figyelmemet az albán hercegre, aki az egyik hátsó asztalnál játszik, dákó nélkül. Ujjaival pergeti a golyót, és 30 frankba fogad egy partit. Az asztalt nagy csoport vendég vette körül, és egy elegáns ember a nézősereg közepén pergette a golyókat. Meglepetéssel láttam, hogy az albán herceg nyomorkülönítményünk legdrámaibb tagja, Ribári, az emigráns. Öt ujjahegyét kenegette gondosan biliárdkrétával, és közömbösen lesiklott rólam a tekintete. Nyugodtan pörgette a golyót. 99! Számolta valaki. Én sem ismertem fel az albán herceget. Kimentem újra az utcára, elvegyültem a lármás esti tömegbe, és egy gondolatom, egy ötletem nem volt. Szinte kongtam belül az ürességtől, a kedvetlenségtől. Valaki megérintette a vállamat. Ribári ért utol. Együtt mentünk a nyüzsgésbe. Barátom, nehéz mesterség ez, mondta, és ment mellettem. Hogy megy az emigráció? Kérdeztem. Ne is kérdezd, az oroszok nem adnak semmit. A lengyel szocialisták rájöttek, hogy horvát szeparatista vagyok. Maradt még a spanyol királypárt, de most azok is nehézségeket csinálnak. Egyesültek ugyanis a francia royalista párttal, és csak annak fognak kiutalni segélyt, aki részt vesz hónap a tüntetésben. Persze, inkább ott hagytam a segélyt. Hol lesz a tüntetés? A köztársaságiak felvonulnak az invalidhez, és a király rikkancsai megzavarják a felvonulást. Valószínűleg az Etoile-nál vagy a Champs-Élysées-nél kezdenek ki velük. 10 órakor. Elhatároztam, hogy ott leszek, bár ez legjobb esetben is csak egy jó riportnak ígérkezett. Másnap 10 órakor az Etoile-hoz siettem. Már messziről láttam, hogy későn jöttem. Kíváncsi ácsorgók tömegét zavarta a rendőrség. A Champs-Élysées-t kordon zárta el,
és a hotelek mentén véges végig veszteglő taxik sofőrjei aggódva álltak, kívül szorulva a tömeg közé. 8-10 fotóriporter harcra kész fényképezőgépekkel ácsorgott ott tehetetlenül. Messziről csörömpölés, kiabálás hallatszott zavarosan. Mentőautó jön búgva, riadó készültség érkezik, a legénység leugrál, futnak a zavargás irányába. A lárma egyre élénkebben hangzik a távolból. Tűzoltóautó fordul be. Lövés. Felfor bennem a riporter. Körülnézek, hogy lehetne átjutni a kordonon. Jobbra tőlem egy autó áll, az első abban a hosszú-hosszú sorban, amely végig vesztegel a Champs-Élysées-en a kordonon belül. Végre is mi történhet? Egy másodperces latolgatás, hirtelen felfut bennem az izgalom, egyetlen szökkeléssel felugrom az első autó hűtőjére, onnan a tetőre. Többen kiabálnak, egy rendőr a bokám után kap, de már nem ér el. Utánam hajított gumibotja elzúg a fejem mellett, és rohanok. Hatalmas ugrásokkal szelem át a nyaktörésre alkalmas nagy hézagokat. Bent vagyok az ütközetben. Ott kavarok körülöttem a tömeg. Gumibotok puffognak, ordítás, csörömpölés, fügy, sikoltás, igazi csata. Mellemre szorítom a gépet, és egymás után kattintom. Jobbra-balra fordulva készítem a felvételeket, egymagam az autó tetején, kellős közepén a dióhéjban lejátszódó forradalomnak. Egy kődobást talál arcom, kiveri az egyik fogam. Még egy felvételt csinálok. Két rendőr jön felén futva. Körülnézek. Mögöttem egy ívlámpa. Elkapom az oszlopát, és felmászok jó darabon. Combjaimmal átkulcsolom a lámpavasat, és keresek új témát. Egy üzletből füst száll ki, és a tűzoltók lucskos, közrefogott csoportokat szállítanak el. Az aszfaltot törmelékek, kalapok tarkítják, és az utolsó lemezre a felborított autóbuszt kapom le. Üres az utca. Helyreállt a rend. Lecsúszom a lámpavasról, törölgetem az arcomat, köpködöm a vért. Egy fiatal ember lép ki mellettem lévő házkapuján, és udvariasan megszólít. Legyen szíves, monsignor, jöjjön velem! Mint hogy barátságosan invitál, követem. Előkelő dolgozó szobába vezetett. Az íróasztal mögött hatalmas ember ül, azonnal megismere, az újságkirály. Mint egy roppant keleti bálvány úgy ülött és sokáig nézegett, aztán furcsa, vékony orrhangon szólt. Gratulálok, végignéztem a bravúrját. Maga elszánt és ügyes ember. Hol dolgozik? Nem vagyok szerződésben. Ügynökölök a riportjaimmal. Látatlanban megveszem a képeit. 1000 frankot adok. Szép ár volt, de én 1000 franknál többet akartam itt elérni. Nem is pénzre vágyultam. Elhatároztam, hogy jellemesnek mutatom magam. Sajnos a képek nem eladók, feleltem udvariasan. Úgy. És miért nem eladók? Még tegnap értesültem a tüntetésről, és lekötöttem magam a Petit Parisiennek 800 frankért. Persze szó sem volt igaz az egészből, de mert nem volt alapom rá kitűnő jellememet bemutatni, tehát teremtettem egy ilyen alapot. Kap tőlem 3000 frankot, ajánlotta megfontolt hangon. Nem a pénzem múlik, főszerkesztő úr. Sajnos megállapodtam. Szóbeli megállapodás volt? Ugyanannyi nálam, mint az írás. Gondolkodott. Adok 4000 frankot, és nem bánom, vigye a képek felét a Parisiennek. Nagyon sajnálom, hogy ilyen alkalom kínálkozik, és el kell mulasztanom, de ismétlem, nem a pénzem múlik. Egy pillanatig álltam, aztán meghajoltam, és elindultam az ajtó felé. Utánam szólt. Monsieur? Visszafordultam. Néhány szót végignézett. Mennyit keres egy hónapban? 4000 frankot, mondtam szemrebben és nélkül. 5-öt adok, ha ezentúl csak nekem dolgozik. Ezeket a képeket viheti a Petit Parisienhez. Sikerült. Ha nem hazudok, a Petit Parisienről, amely lap mellesleg 600 frankért vette meg a képeket, talán akkor is szerződtet, de nem azzal a rendkívüli benyomással, amelynek, erről most meg vagyok győződve, következménye volt további sikeres pályafutásom. Így kerültem a laphoz 5000 frank fizetéssel, mint első fotóriporter. Ez volt Arcole, ahol néhány üres dob puffogtatásával egy egész hadsereget pótoltam. A Photo Beaux Arts átkerült a Champs-Élysées-re.
Az újság naponta küldött ki riporterével miniszterekhez, világhírességekhez, operabálba és esküvőkre fényképezni. Előkelő összeköttetéseimet a Photobux Arts javára értékesítettem sikeresen. Cégünk hirtelen fellendült, csak elsőrangú munkával foglalkoztunk. Természetesen már cégtársak voltunk négerrel, és a bevételt kiadást megosztottuk. Az öreg jó indulatát különös mértékben bírtam. Sokszor megszólított, elbeszélgetett velem, elmondatta életem történetét. Gyakran mentem be hozzá, és előadtam valamelyik riport ötletemet. Ezeket legtöbbször jónak találta. A magyar kolónia gyérszámú előretörtjei között Zombori aratta a leghangosabb karriert. Első filmje beigazolta a rendezőt, nagy sikerrel mutatták be. Az ex-festőművész nagyszerű lakást bérelt Versailles-ban, és autón járt be a felvételekre. Magához vette Kárpát Rönét titkárnak, és Pataki Máriának adott tuti költséget, hogy hazautazzon. Ő maga kísérte ki a pályaudvarra, megvárta, amíg elindul a vonat. Mária azután a rendező pályaudvarnál leszállt, és este már a Pigállon volt. Mit csinált volna otthon? Bárhol végeztem a napi munkámat, este visszatértem a műterembe, újra felvettem a kopott ruhát, a rossz kalapot, az eltaposott cipőt, és így mentem haza a Montparnasse-ra. Úgy értem, mint valami elátkozott királyfi. Esténként, amíg nekem régen elporlatt álcámat, az elkeseredett ifjú titánt kellett alakítani, addig Nedda számomra érdektelen művészi és társadalmi kérdéseket fejtegetett szenvedélyesen. Vlasta esete felett érzett csalódása már nem vette annyira le. Lassan visszatért a vitatkozó kedve, az eréje, a rugalmassága, amellyel szembefordult a küzdelmeknek. Most is kölcsönkértem minden héten néhány frankot, csak azért, hogy ő is nyugodtan kérjen tőlem, ha megszorul. Őszre fordult az időm. A Bois de Boulogne kavicsos sárga útjai rőcínű levelekkel, őszi szeméttel teltek meg, és sűrűn permetezett az apró szemű tartós párizsi eső, az északi tengerről látogatóba járó ködök és az influenza járvány. Egyik este Neddát köhögve bíbor színarccal találtam otthon. Léhegett, félrebeszélt és hideg szobába feküdt. Azonnal orvosért telefonáltattam és befűtöttem. Mire az orvos jött, ijesztően felszökött a láza. Állandóan beszélt bolgárul, és egyik oldaláról a másikra dobta magát. Kérem, ez influenza, mondta az orvos, miután megvizsgálta. Nem látszik könnyű lefolyásúnak, 2 óránként hidegvizes törzsborogatást kell adni, csak az mentheti meg a tüdőt. Elment. Töprengve jártam fel és alá. Most mit csinálja? Hogy borogassam hónajtól a derekáig 2 óránként? Hogy éljek vissza egy önkívületben lévő nő helyzetével? Viszont ha nem csinálom, reggelre tüdőgyulladást kaphat. Végre is. Az életéről van szó. Megcsináltam a priznicet, aztán odaültem az ágyam mellé, és vigyáztam, hogy ki ne takarodzom. Éjfélre felszökött a láza. Beléje erőszakoltam a kinint. Egy pillanatra kinyitotta a szemét, megfogta a kezem, és úgy aludt el. Ettől nagyon boldog voltam. Így aludtunk kéz a kézben. Ő az ágyában, én ruhástól a fotelben. Reggel jött az orvos. Javulás már az is, hogy nem rosszabbodott. Nem lehet más tenni. Kinint és priznicet. Egész Párizs influenzás. Nagyon kell vigyázni. Sokan pusztulnak el az idén. Délután kezdődött a krízis. Felszökött újra a láz. Tudtam, hogy ezek a döntő pillanatok. Idegességemben, a tehetetlen segíteni akarás vágyában a lábfejét dörzsölgettem, és úgy éreztem, hogy ez segít. Elaludt. Álmában beszélt. Többször mondta Vlasta nevét. Egyszer az enyémet. Hajnal. Szinte egyik percről a másikra elmúlik a láz. Az arca élénkpirosból halovány sárga színű lett. 9 órakor magához tért. Vizet kért. Fáradt, nyöszörgő hangon beszélt. Mióta fekszem? 2 napja. Hirtelen elámult, ijetten nézett rám. Ki tette rám a borogatást? Csak hidegvér segíthetett. A doktor azt mondta, hogy másképpen nem lehet megmenteni a tüdejét. Mit tett volna maga az én helyemben? Itt fekszik egy bajtársam, mellesleg nő, és vagy borogatást rakok rá, vagy hagyom, hogy halálosan elhatalmasodjék rajta a betegség. Lehúnyta a szemét, összeszorította az ajkát, és nagyon piros lett.
Sokáig feküdt így mozdulatlanul. Láttam, hogy nem alszik. Délben húskivonatból készült úgynevezett viandőlevest hoztam a vendéglőből. Megitta az egészet, és szemeibe újra visszatért az élet. Hálás, és mégis furcsa, szigorú pillantásokkal nézett rám. Ez a lány nem hitt a jóságban. Ezt nem simogatta anya, nem olvasott Verne könyvet fehér, meleg gyerekszobába. Ebben a lágyban régi balkáni tragédiák, szláv durvaságok mélyítették ki azt a hitetlenséget, amelyben az emberi közösségtől elriasztva állandó lelki forradalomban élt. Megszokott mozdulatával az éjjeli szekrény fiókjából kivette cigarettát. Szeliden elvettem tőle, és az egész dobozzal együtt zsebre tettem. Adja kérem ide a cigarettámat, mondta élesen. Eszem ágába sincs. Legalább egy napig még nem dohányozhat. Nem tűröm, hogy gyámkodjon felettem. Holnap egészséges lesz, és akkor, ha úgy tetszik, bevonulok innen a menhelyre lakni. Most pedig nem gyámkodásból, hanem egyszerűen az ököljog alapján, mint erősebb, megakadályozom abba, hogy dohányozzék. Dühösen hátat fordított, én pedig újságot olvastam. Másnap felkelt. Az incidens nem említette, de egy szót sem beszéltünk. Az éjjeli szekrényén egy engedélyezett cigarettát talált. Azt két részben elszívta. Délután is hallgattunk. Lesuványodott arcát nézte a tükörbe, füzeteivel babrált, körmei tápolta, aztán olvasott. 5 órakor váratlanul így szólt. Nem szeretem Carlyle-t. Megint csak elállt az eső, és előbukkant a nap. Néhány élettelen távoli hűvös sugárral ajándékozta meg Párizst, és ahogy kinéztem az ablakon, a keskeny utcára, láttam, amint a járda pereme mentén barna színű, sebessodrású, keskeny ár rohan a csatorna felé. Duruzsolt a szamovár. Opera. És megjelent a tél kivételes párizsi vendége, a hó. A rövid Chaussée d'Antin-en, amely az operateret és a Boulevard Haussmann köti össze, 3 szobás lakást béreltem. Miután önállóan szerkesztettem a képes mellékleteket, és magam irányítottam a fotóriportást, fizetésem 10 000 frankra emelkedett. Fölfelé ívelő pályafutásomról sincs több érdekes mondani való. Annyira gyorsan és önmagától ment most már minden. A főszerkesztő bizalmát, személyem iránti szimpátiáját az első pillanattól kezdve nagy mértékben bírtam. Később látta, hogy mint önálló munkaerőt sokkal jobban használhat, és teljesen szabad hatáskörön volt. Nem is fényképeztem, csak irányítottam a fényképészeket, képsorozatokat terveztem. Nem csak a szerencse, hanem az eredményektől megnövekedett hitem és önbizalmam is vittek előre. Magától értetődő volt, hogy mikor a vállalat elhatározta, hogy koncernjeiben felelevenít egy megszűnt nagyobb párizsi képeslapot, a főszerkesztő engem tette lapai lére. Most már önállóan vezettem művészi és politikai kampányokat. A választások alatt 2 000 000 frankot kerestem. Autón volt, miniszterekkel, trösztfejedelmekkel, filmgyárosokkal érintkeztem naponta. Mindent elértem. Csak Nedda maradt meg változatlanul elérhetetlennek, velem szemben gőgösnek, kisé talán lenézőnek is. És ez most jobban bántott mindennél. Megrontotta a diadal ízét, pedig mit is érezhetett volna egy ember iránt, aki férfi létére kopottan, letörten és csüggetten került eléje napról napra. Az érettségizett kifutó Párizsban egyáltalán nem rendkívüli romantika. Pedig most már szinte tűrhetetlen volt ez a helyzet, amelyben csikorgó téli hidegekben estéről estére kellett tennem a bundát, a vastag talpú cipőt és ócska holmiaimban szögletes karimájú kalapomban jelenni meg a közös szálláson. Részint az a veszély fenyegetett, hogy ilyen külsővel valamelyik ismerősömmel találkozom, részint attól kellett félnem, hogy napközben Neddával kerülök szembe valahol. Az idegeim nagyon romlottak ebben a játékban. Még kínosabbá tette a helyzetemet az, hogy Nedda egész lényével ma is oda tartozott, ahonnan én olyan régen és gyökeresen dezertáltam. Ingerült lettem a témáitól, és nem volt szabad mutatni, sőt, el kellett merülnem elvi igazságok fejtegetésébe, irodalmi és társadalmi vitákba, mi alatt minden idegszállam nevetségesnek, hóbortosnak érezte ezt a nagyképű üres szalma csépelést. De legjobban az idegesített, hogy Nedda akkoriban a legnagyobb nyomorban élt.
Nem tudom miért, otthonról beszüntették azt a csekély havi összeget, amellyel ezidáig támogatták. A szerkesztőségnek még mindig hiába küldözgette társadalomjavító cikkeit. Utolsó szigorlatok előtt állt, és alig bírta előteremteni a vizsgadíjat. Csizmájáról régen lekobott a fény, nyakkendője kirojtosodott. Tudtam jól, kiismertem őt. Ha a bajtási indok megszűnne, nem lakta tovább együtt velem, és inkább abba hagyná a tanulmányait sem, hogy támogatást fogadjon el tőlem. Tehát néznem kellett szörnyű harcát, és nem tehettem semmit érte, akinek legszívesebben mindenemet odaadtam volna. És éppen előtte kényszerültem, meg nem érdemelten szánalmas, tehetetlen szerepet játszani. Nem is szerepet, mert hiszen ha felvettem a régi ruhámat, egy csapásra kedvetlen lettem belülről, mintha régi énemet ötöttem volna magamra. Valósággal operetszerű volt ez a kettős életem. A Champs-Élysées-en előkelő úr és a Montparnasse-on kopott kifutó fiú. Ned a jóindulatú fölényt érzett sorson fölött, és saját helyzetét különnek tartotta az enyémnél. Esténként, ha az asztalon ült és a szamovárt kezelte, ilyeneket mondott. Nem kell csüggedni, a csüggedés megöli a tetterőt. Vegyen rólam példát. Most próba kisasszony vagyok, közben tanulok, és még arra is marad időm, hogy cikkeket írjak. Igyekezett bátorítani engem, bíztatni, erőt önteni belém, mert erélytelen, érzelgős embernek tartott. A kávéházak teraszaira megint csak kikerültek az ónszínű gesztenyesütőkályhák, amelyek lehetővé teszik, hogy Párizs kávéházi közönsége télen is kint üljön az utcán, és úgy látszik, ez nagyon megfelel a francia embereknek, mert a teraszok zsúfolva vannak téli kabátos vendégekkel, akik a kályhák körül ülve fogyasszák el kávéjukat. Lefelé mentem a Quai d'Orsay-n, és eszembe jutott, hogy még nincs egy éve, amikor itt könyököltem a hídon. Három ing volt rajtam, és több mint 1000 kétségbe esett hajléktalan, reménytelen, öngyilkos ember Párizsban. A királyság korabeli épületek ott a túlsó oldalon, hatalmas árnyaikkal, ódon, architektúrájukkal mit sem változtak azóta. És íme, ahogy a Quai de Voltaire-re érett, kit pillantok meg ugyanúgy és ugyanott, ahol hajdan, lovagnódrágban, mely egykor Pepitának volt agnoszkálható, kampós nagybotjával, amint hajadon főtt és kis kabátban, de érdeklődéssel szemléli Voltaire szobrát. Egy gyereknyi ember, Sír Lajost. Érdekes, mondta, miközben kezet fogott velem, előkelő külsőm iránti mélységes közönnyel. Éppen most jutott eszembe, hogy ugyanitt találkoztam veled nemrég. Nemrég? Ha ez egyáltalán lehetséges, még soványabb volt, mint egykor, és szemei lázasan csillogtak, a hangja érdes suttogásán rekedt, és nyakám még mindig ott volt a horgolt kendő, amely Nemecsekernőhöz tette hasonlóvá a Pál utcai fiúkból, midőn már halálosan betegen, és csak titokba járt ki a grundra. Sír Lajosnak Párizs volt a grund, ahová nagy somnabúl betegségében elszökött az anyja mellől, és álmélkodva kóborolt már több mint egy éve. Régen cigarettázhatott, mert óriási boldog szippantásokkal húzta le a füstöt. Az autóba elemi erővel tört ki rajta az álmosság. A feje jobbra-balra billent, közben alig hallhatóan mondta. Szeretnék lefordítani egy kötegrásmint. Most újabban sokat foglalkoztam ezzel a félig antik költővel. Mióta nem aludtál? 2 napja. Fogalmad sincs, milyen új még ma is, Rasin. Mióta nem ettél? 2 napja. Elhatároztam, kérlek, hogy restaurálni fogom a régi költők nimbuszát, kiválogatva azokat, akikért igazán nagy kár. A feje oldalt hanyatlott, neki csapódott az ablak fájának, de ő már nem tudott erről, mert elaludt, és bizonyára régi költőkről álmodott, akikért oly nagy kár. Másnap igyekeztem Sír Lajos külsejét némiképpen európaivá tenni. Lenyírattam Neander-völgyi frizuráját, sürgősen felcseréltettem vele ágrószakat lovagló ruházatát kevésbé feltűnő holmikra, sőt, több órás rábeszélés után arra is hajlandó volt, hogy kampos botját letegye. Egy napon át csak evett, ha ugyan evésnek lehet nevezni a táplálkozásának azt a műveletét, amely a fogak teljes mellőzésével, jóformán csak villámgyors nyelésből áll. Harmadnap felvittem Négerhez. Kérlek, ez barátom Sír Lajos. Nagyon intelligens, képzett fiatalember. Ki fogja tanulni nálad a fényképezést? Adsz neki napi 20 frankot. Mert úgyis keveset voltam otthon, nálam lakott.
A szállással meg volt elégedve, csak sok baja volt az Inassal, aki majdnem képtelennek látszott arra, hogy elsajátítsa tőle a magyar nyelvet. Viszont Lajos francia tudása még mindig nem haladta meg azt a 20 szót, amit egy év előtt tudott. Nem csak jogosnak és magától értetődőnek találta a helyzetét nálam, hanem elvárta azt is, hogy neurózus érzékenységét tiszteljem. Csak a legnagyobb önuralommal és tapintattal voltam képes egyensúlyba tartani a helyzetet vele, mert bármilyen csekély ellenvetést tettem valamire, nyomban a Pepita nadrágjára hivatkozott, amelyben jött és megfenyegetett, hogy azonnal itt hagy. Állandóan készenlétbe volt, hogy megaláztatásokat fedezzem fel, amelyekből az derül ki, hogy én már nem vagyok a régi. Ha szeliden kértem rá, hogy amennyiben elengedhetetlen ténykedése naponta kiönteni a tintát, tegye azt lehetőleg a fürdőszobába és ne a szőnyegre, nem felelt, és úgy nézett rám, mint egy rab oroszlán, akit etetője megvert. Kettős életem egyre fárasztóbb lett. Reggel 6-kor kellett kelnem, hogy bemenjek a Sessidantini lakásomra tetőtől talpig átöltözni. Este újra magamra vettem rossz ruhámat, és így mentem ki a Montparnasse-ra. Mégsem tudtam rászánni magam, hogy Neddától külön váljak. Pedig a hangulatos estéknek is befellegzett. Komoran, szótlanul voltunk esténként a szobában. Magam épp úgy szenvedtem, mint Nedda. Talán még jobban is, mert a tű is feszített belőről, hogy így kell néznem a nyomorúságát, és nem tehetek semmit. Mint próba kisasszony, a legszükségesebbeket sem kerestem meg. Kéziratait válasz nélkül hagyták a lapok. Néztem, ahogy gépiesen, reménytelenül, inkább csökönyösségből, mint hittel, mégis újra borítékba teszi műveit, és megcímzi a lapnak, éppen annak a lapnak, amelynek alvállalatánál én is szerkesztő voltam. Persze nem tehettem az érdekében semmit. Ismertem Nedda írásait, és tudtam jól, hogy hasonló szellemben írt közleményeket nem jelentetnek meg ebben a lapban. Másnap fent voltam az öregnél instrukciókért, és ügyesen elhoztam néhány cégjelzéses papírt. Este ünnep volt a kis szobába. Nedda arca sugárzott, régi döngő lépteivel járt föl alá, szépen megterítette az asztalt, finom vacsorát tálalt, még bort is hozatott, talán fel is lobogózta volna a szobát, ha önuralma nem szabhat át lelkesedésének. Az történt ugyanis, hogy az újságvállalat legutóbb benyújtott kéziratait elfogadta, és mellékelten elküldött egy csekket 500 frankról. Nagyobb párizsi újságoknál úgynevezett amerikai rendszer van. Az elfogadott kéziratokat azonnal díjazzák, és esetleg csak hónapok múlva közlik. Nedda diadala óriási volt. Talán csak azért mérsékelte magát, hogy kimélje érzékenységemet, hiszen olyan ágról szakadtam, olyan nyomorultul lézengtem ott az ünnepén. Igyekezett jó falatokat rakni a tányéromra, elfogulatlanul csevegni, és mindenképpen elütni a helyzetnek azt az élét, hogy ő, a nő, erősebb és győzőbb, mint én. A bor egy kis vért kergetett az arcába, a siker egy kis bizalmat, megelégedettséget lopott az életébe. Olyan szép volt, olyan boldog, és olyan kedves. Elsősorban rám erőszakolt 50 frankot, hiszen eddig is, ha valamelyikünknek pénze volt, az kisegítette a másikat. Nagy beszédet mondott az energiáról, a küzdelemről, és nem mulaszthatta el, hogy velem is párhuzamokat vonjon az esettel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy maga tehetséges ember, de gyenge. Nincs kitartása, nincs meg magába az eredményhez szükséges belső erő, és nagyon elhagyja magát. Holnap okvetlenül vegyen egy pár cipőt, mert így nem járhat. Eszembe jutott a Bugatti kocsim, és sóhajtottam. Csak nem gondolja, hogy ilyen mértékben igénybe fogom venni. Amíg mind a ketten csekély összegeinket megoszthattuk, más volt. De most már arról van szó, hogy maga állandóan többet nyújtson nekem. Dühösen villogott a szeme. Látja, ezért nem sikerül magának semmi, mert ilyen lehetetlen ember. Teli van lovagi szamárságokkal, polgári hagyományokkal. Ha magának sikerül, bizonyára ugyanezt teszi. Úgy? Szóval, ha én holnap dúsgazdag ember lennék, akkor ugyanebben az arányban, ahogy maga most 50 frankot adott a 200-ból, elláthatnám magát mindennel, lakást bérelhetnék, tankönyv költségét, szigorlati díját, megélhetését fedezhetném, és maga elfogadná? Meghökkent. Természetesen nem. Ez már nem lenne kölcsönösség, hanem tisztára segélyezés, és bármire is vinném, minden eredmény pecsét lerontaná az, hogy nem a saját erőmből, hanem csak támogatás segítségével értem el.
Én nem vagyok gyengenő, ebben a formában sohasem fogadnék el senkitől semmit. Mind a ketten elhallgattunk, és nem is melegedett fel már a hangulat közöttünk ezen az estén. Ned talán bántotta az a balhit, hogy irigykedem rá, hogy megaláz a sikere, és nekem fájt az utolsó mondata, amellyel elfújta amúgy is csekélyke reménységeimet. És a lapvállalat, mintha specializálta volna magát Nedda írásaira, avonta 1500-2000 frankára cikket vásárolt meg, leginkább társadalomtudományi értekezéseket, de azt hiszem, ha Nedda egy kenceolaj finomítási eljárásokról vagy pattogatott kukorica piaci árváltozásairól értekezett volna, azért éppen úgy megkapta volna a honoráriumot, mint az Új Európa című utópiáért, melynek három folytatását vásárolta meg a lap. Szobánkba lassan visszatért a régi hangulat. Duruzsolt a szamovár, Nedda hihetetlenül vastag orvosi könyveket olvasott. Újra kezdődtek az évfélbe nyúló viták, melyek, eltekintve a szellemiektől, olyan kedvesek voltak nekem. Pusztán a hangja, a látása, az, hogy együtt vagyunk és hozzám beszél. A Maryland John cigaretta furcsa szagú füstje nyújtózott ki ilyesen a villanylámpa körül, és Párizs utcáit mocsarassá tette az enyhe márciusi idő. A nyomor különítmény tagjai, bár kutattam utánuk, vagy messzire elszélettek más országokba, vagy feltalálhatatlanokká lettek, csak néhánynak ismertem a sorsát. Leggyakrabban Ribárit láttam, egyszer előkelőbb helyen valami feltűnően szép hölgyel, másszor kétes éjszakai lokálból jött ki mindenféle gyanús alakokkal, de leggyakrabban és legurib külsővel a Café de la Pax-ban tartózkodott, ahova Isten tudja miért, csak is aktatáskával járt. Bükkiván a műtörténész Algérba futballozott, ahol a másodosztályú csapatok jobban fizetnek, mint Európában. Ezt egy képes lapon közölte velem, amelyen teveháton, burnuszban és twickerrel volt ábrázolva. Kárpát sokat panaszkodott, hogy zombori kellemetlen lakótárs mióta pénze van. Már nem a régi, azt hiszi, hogy most már lehet fölényeskedni, pedig ebben alaposan téved. Ők Sír Lajossal nagyon megértették egymást. Tragikus helyzetüket, elnyomottságukat. Magukban szomorúan mosolyogtak. Ökölbe szorították a kezüket, szenvedtek és tűrtek. Hogy miért szenvedtek és mit tűrtek? Ezt sohasem tudtuk meg, sem zombori, sem én, de ők szemmel láthatólag szenvedtek és tűrtek. A sűrűn jelentkező napsugár az enyhe kora tavasz meghozta a filmgyártás első fecskéit, és a statisztálni vágyó tömegek ismét ott nyüzsögtek a Bulvár Strasbourg és a Bulvár Szevasztopol találkozásánál lévő filmkávéházak előtt. Egy napon, mert itt minden nap kutattam, végre bevált a számításom, és ott láttam egy csoportban ácsorogni Sába Istvánt, a királynőt, megrendítően torzomborz külsővel, szakadt cipőben, beret vállatlanul, egy lódenkabátban, amelyen sok éves kőműves munka nyoma látszott, de gomnak még nyoma sem. Fél karimáját nélkülöző kemény kalapban síralmas arckifejezéssel áldogált és kezeit dörzsölte. Ő volt közülünk az egyedüli, aki színészi ambíciókkal jött ki egyenesen a filmre, mint kitüntetéssel végzett akadémiai növendék, gyönyörű orgánumával, remek modorral, klasszikus műveltséggel és kulisszahasogató pózokkal. Őt határozottan meglepte a karrierem, neki imponált a külsőm, mert rajongott az ízléses szép holmikért. Már néhány szó után gúnyos, szomorú hangon mondta. Hallottad, hogy zombori milyen karrier csinált? Eddig csak a festészetben volt dilettáns, most már a filmszínészetben is kontár. Nem is tudom, hogy történhetett. Megértettem őt, aki akadémiát végzett és így áll itt, míg egy másik ember, akinek semmi köze a színészethez, fényes pályát futott be. Miért nem kerested fel zomborit? Biztosan szívesen segítségedre lett volna. Én őt, mondta szinterémülten. Ő az akadémista. Hogy fölényeskedjen, beprotezsáljon statisztának. Mit gondolsz? Gyere velem, majd csinálunk valamit. Felvittem Négerhez. Megbeszéltük, hogy a Photo Bux Arts operatőrje másnap próbafelvételt készít Sábáról. Megtörtént a próbafelvétel, amelyen Sába valamennyi kedvenc pózában és valamennyi ruhámban, premier plánban, second plánban mosolygott, megőrült, lovagolt, haldoklott és szerelmet vallott. Ugyanekkor az egyik filmgyár igazgató dramaturgiának egy rendkívül kínos ügyét sikerült ideje korán úgy elintéznem a lapoknál, hogy nem került nyilvánosságra.
Ehhez az emberhez vittem el a próba felvételt. Az igazgató dramaturg örült, hogy viszont szívességet tehet nekem, és nyomban levetítette magának sába sok oldalú ténykedéseit. Hogy a művész ösztöndíjasan végezte az akadémiát, erre csak vállat vont és legyintett. Sába még nem tudta, amit én már nagyon régen megtanultam, hogy Párizsban okiratok, minősítések nem számítanak semmit, csak a produktum. A felvételt szépen lassan lepergették, a dramaturg figyelmesen megnézte. Miután világos lett, egy darabig hallgatott, aztán azt mondta a mechanikusnak, hogy zárja be az ajtót utánuk, és vigye le a kulcsot az irodába. Hárman mentünk le a lépcsőn. A dramaturg meginvitált minket egy szemközti bisztróba aperitívre. Miután leültünk, megveregette Sába vállát, és azt mondta. Nagyon szeretnék magával valamit csinálni, mert ritkán láttam rokonszenvesebb, okosabb arcú embert. Majd kigondolunk valamit. Mint filmszínész természetesen szóba sem jöhet. Fogalma sincs erről a szakmáról, mert ez nem művészet, hanem szakma. Még csak hajlama sincs rá. Abszintot rendelt, és vidáman jó akarattal magyarázgatott Sábának. Látszott, hogy valóban tetszik neki ez a szomorú, kedves arcú fiatalember. Sábának lassan oldódott a nyelve. A negyedik pohár után minden átmenet nélkül nagyon részeg lett. Könnyek álltak a szemébe, és mesélte az életét. Elmondta, hogy az akadémián úgy beszéltek róla, mint a legnagyobb ígéretről. Növendékkorában már szerepet játszott a nemzetibe, és halálosan szerették egymást egy igénytelen növendéklánnyal, aki keresztnevén Annának hívtak. Aztán jött az élet, hogy az emberek által elrendezett paktit újra összekeverje, és minden lap más lett. Ő, mint végzett ösztöndíjas, nem kapott szerződést. Az igénytelen kis növendék ragyogó karriert csinált. Fásultam, reménytelen, vidéki színészetből kiábrándultam, harmadosztályú jött Párizsba. A nő első osztályú hálókocsin remek szerződéssel. És volt egy nap, mikor kint állt huszad magával, mint alabárdos a filmgyárban, és megjelent a főszereplő, a királyné, Anna. Ellépett az alabárdosok előtt, észrevette őt, a statisztát, a sztárt, és mosolyogva megállt előtte. Jé, hát maga itt van? Nincs szüksége semmire? Ezt kérdezte mosolyogva, és a statiszta eldobta az alabárdot, eldobta a sisakot, elrohant a gyárból. Két napig étlen szomjan bolyongott Párizs kültelkein, és csak azért maradt élve, mert meg akarja mutatni. Meg akarja mutatni! Sába ráborult a karjára, és zokogott abszintes, keserves, részeg, és mégis halálosan igaz könnyekkel. A pincér éppen poharakat mosott egy gömbölyű kefével, és csodálkozva oda nézett. A dramaturg az asztalra csapott, és így szól. Megvan véve! Kitűnő ötlet! Kérem, írja ezt meg egészen röviden, 3 gépírásos oldalon, és hozza fel hozzám minél hamarabb. Ez lesz a legközelebbi filmem. Magába van fantázia, fiam, magának nem kell színészkedni. Bízza csak a fantáziájára magát, abból itt remekül meg lehet élni. Fizetni, garszon! Sábát elvittem a szerkesztőségbe. Ő haza akart menni, hogy gondolkozni fog még. Kitűnő új részletek jutottak az eszébe, de én tudtam, hogy a gyors menetelés döntő fontosságú. Bevittem a dolgozószobámba, oda tettem mellé egy doboz cigarettát, egy gépírónőt, és rázártam az ajtót. Egy óra múlva kész volt a 3 gépírásolt oldal, és a gépírónő lírai pillantásokkal kísérte Sábát, midőn távoztunk. Délután 5-kor Sábának 20 000 frankja volt. Újabb filmötletekről beszélt, és kijelentette, hogy ő is Versailles-ban vesz lakást, mint zombori, mert Párizs forgalmi lármája egyenesen öli az idegeket. Rövid idő múlva szerződtetett dramaturgja lett a filmgyárnak. Párizs szeme az ő esetében sem csalt, fantáziája a legelsők közé emelte. Ő volt a harmadik, és sajnos az utolsó magyar, sok-sok tehességes és küszködő honfitársai közül, aki ezekben az időkben Franciaországban karriert csinált. A tehetség mellett 2 elengedhetetlen kellék szükséges Párizsban a boldoguláshoz. Az egyik az ismeretlen, megnevezhetetlen belső hit és erő, amely vonzza az eredményt. A másik természetesen a szerencse, ami nélkül a legalkalmasabb pillanatot is hiába ragadja meg az ember, amely sokszor a legreménytelenebb helyzetben rajtaütésszerűen hozza a nagy fordulatot a semmiből. Az előfeltétel? Letenni minden kitűzött célról és szolgai mimikrivel alkalmazkodni a felkínálkozó lehetőségekhez. Akkor kell felugrani a szerencse vonatára, amikor éppen elrohan mellette.
Mindegy, hogy merre visz, mert egy elhibázott, elhabozott ugrás, és egész életeden át hiába vársz másik vonatra. Elnyel a feneketlen bulvár. Nyomásra készen állt a lap, midőn a legjobb fotóriporterem rohan be, és riadalmasan letesz egy képet az asztalomra. A bűnügyi nyilvántartó speciálisan kezdetleges technikájával készített, anarchikus kifejezésű felvétel volt, amelyről Vlaszta nézett rám gallér nélkül, mellén egy tábla, több jegyű számmal. Nézem a képet, emlékezem Vlasztára, elszomorodtam Neddám, és közben a riporter előadja, hogy ez most egy szenzációs felvétel, mert Vlaszta Krmovics, az Európa szerte körözött hamis kártyás, midőn átkísérték a rendőrségről az ügyészségi fogházba, vakmerő módon megszökött. Súlyos kedvtelenségben hagytam ott a szerkesztőséget, és lementem a Ritzbe. Kerestem valakit. Midőn beléptem, magamhoz intettem a főpincért. Abban a pillanatban a sarkamtól a tarkómig rémült bizsergés futott rajtam végig. Szemben velem 20 lépésnyi távolságra ült Nedda. Remeg, bíborszínű sejem ruhában, ragyogóan, csodálatosan. Egy tized másodperc alatt összeszedtem magam, hidegen elsiklott fölötte a pillantásom, majd, mikor láttam, hogy döbbenten ámul rám, avval a különös szemtelen mosolyjal néztem végig, amely egyes férfi arcokon megjelenik, ha látják, hogy könnyű vérű nő kacérkodik velük. Azután gyorsan odaszóltam a főpincérnek. Ha kimentem, egy hőt fog érdeklődni utánam. Mondja, hogy aktív ezredes vagyok a francia hadseregben, kivételesen voltam civilben. A hölgy nem akarja majd elhinni. Ha ügyesen elhiteti vele, 200 frankot kap. Még egy szemtelen mosolyt löveltem a megküvülten ülő Neddára, és nyugodtan kiléptem az ajtón. Kint azután annál gyorsabban ugrottam az autóba, és odaszóltam a sofőrnek. Sösszi Dantin, ahogy csak tud! Mint a szélvész rohantam fel a lépcsőn, a megrémült Sír Lajost szóra sem éltatva. Fregolit megszégyenítő másodpercek alatt átöltöztem vissza a nyomorruhámba, és már rohantam az autóhoz. Fizetésemelés függ attól, hogy mennyi idő alatt érél a Rue du Bac-ot. Ezen az estén az Úristen külön kegyelme őrködött 10 percig a párizsi járókelők testi épsége felett, amíg az autóm rakétaíramban a Rue du Bac-ig száguldott. Megérkeztem. Gyorsan rágyújtok egy cigarettára, végigdőlök a díványom. 2 perc sem telik el, bejön Nedda, megáll az ajtóba, és csodálkozva hosszan néz. Aztán hirtelen elneveti magát. Ilyen hasonlatosságot még életemben nem láttam. Képzelje, a divatszalon új kreációt adott rám, és beültetett a Ritzbe. És egyszer csak belép maga. Szakasztott maga. A Ritzbe. Ugyanúgy nézett ki, csak a járása látszott keményebbnek, és azt hiszem egy pár centivel magasabb is volt. De az arca az ugyanolyan. Azt hittem álmodom. A főpincér azután megmagyarázta, hogy valami ezredes civilben. Ez a főpincér különben nagyon kedves volt. Felsorolta az ezredes családfáját 12. Lajosig. Milyen kár, hogy nem én voltam. Már megint csügged maga, vén kisasszony. Hoztam felvágottat, jöjjön vacsorázni. Azt hiszem, Sír Lajos szerepét játszottam nála. Szimpatikus, tehetetlen, szomorú fiút. Gárdi leszt. Hazautaztam. Neddának azt mondtam, hogy Lyonba utazom, elhelyezkedésre van kilátás. Ha nem írok, akkor visszatérek néhány nap múlva. Megint rám erőszakolt 50 frankot, mert előző napon ismét 1200 frank ára értekezését fogadták el. Öntudatát, munkakedvét olyan mértékben látta fellendülni, hogy erkölcsileg talán még jelentősebb volt számára jövedelem, mint anyagilag. A Gare de l'Est pályaudvarról indulnak haza a vonatok. Ez a pályaudvar, mint egy jelképezve esetemet, szebb és előkelőbb lett, mióta kijöttem belőle egy hajnalon, 20 pengővel a zsebembe, és megindultam a keskeny, ódon, kopott gránittal kivert Rue de Saint-Martinon. Díszesebbé épült a bejárata, és méltóság teljesen mered bele a Szebasztopol zajongó torkolatába. Már ment velem a vonat. Hazafelé, Budapestre. Nem bírtam olvasni, aludni, gondolkodni. Furcsa izgalommal néztem az elvonuló idegen táját. És egy szép tavaszi napon délelőtt, lehetett 11 óra, egy úr lépett ki a keleti pályaudvar érkezési oldalán, és megindult a Baross tér mentén a Rákóczi út felé. Meghatottan forgolódott,
legszívesebben felhajította volna a kalapját magasra, hogy hurrá, itthon vagyok! Szerette volna megsimogatni az ismerős házakat, megölelni az ismeretlen járókelőket, de mert ez az úr sokat adott arra, hogy embertársai ne tartsák elmebetegnek, hát csak ment, csendesen, és bekanyarodott a Rottenbiller utcába. Így volt, nem mese volt. 31 éves voltam, és tavasz volt. Természetesen azon frissen, szinte inkognitóba, ahogy érkeztem, elzarándokoltam a gimnázium elé. Minden a helyén volt. A papírkereskedés, a pálinkamérés, és szemközt az iskola épülete, mint egy uniformizálva a többi házak között, beleépítve hivatalos jellegével, csak a második emeleti ablakból nem tekintett ki sápadt gyerekarcom, ahogy néha lebámul az utcára. Itt mondta egy napon az osztályfőnök, hogy maradjatok állva, fiúk, ma örömhírt közlök veletek, győztes csapataink elfoglalták Belgrádot. Lesétáltam a ligetig, ahol két szárnyas érc állat szerberoszkodik a szanatóriummal szebb közt, épp úgy, mint amikor én ide a fás körbe jártam kiszorítóst játszani. Óriás kifrit árulnak itt, és mindenféle színes italokat. Hazamentem. A régi szobák, a régi arcok még kicsaltak néhány poros melódiát az emlékezés hangszerén. Egy meghatott őszember, az apám, menyasszonyás erdül gyermek, a húgom. Legújabb rokonom, a vőlegény, és mindenek felett apám elgondolkozó tekintetéből, a bútorokból, a lakás levegőjéből, egy néhai szentasszony emléke, kirezgett haja, elmúlt alázatos járása anyámnak. Itt úgy él ma is közöttünk, velünk, mintha meg sem halt volna. Ő is, mint annyi minden, azóta szép, jó és igaz. A többi zavaros, fárasztó és rossz ízű volt. Fészek, Vígszínház, Hungária, az áradat elkapott és nem bocsájtott többé. Jó barátok, akikre sehogyan sem emlékeztem, nagyurak, akik különösképpen emlékeztek rám, méltóságos urak, akik öcsémnek szólítottak, pincérek, akik méltóságos úrnak neveztek, és bárhol voltam, valaki mindig félrehúzott egy sarokba, és ragyogó ötletet közölt, amire Budapest nem talaj, de Párizsban óriási lenne. Csupa ideges fantaszta, fódokló ember, nyugtalan szemekkel. Megfájdult tőlük az agyam, a fülem és a szívem. Azután a Váci utcában találkoztam ő nagyságával, bizonyos Bárdinéval. Esküszöm, nem kerestem a találkozást, cinkosom a véletlen akarta, és mentem mellette, kísértem udvariasan, társalogva vele, aki miatt 20 gram aspirint vettem be a városmajorba, és most itt megyünk, és micsoda tavasz van. Elmondta, hogy jól élnek, de tudj Isten, a kisfia 2 éves, és ha már találkoztunk, hát megmondja, nem így képzelte. Messze nézett Verbőci szobra felett, és a magyar Szent Márknál, a Ferenciek templom előtt sűrű garambraj tipegett az aszfalton. Harangoztak. Hogy mi van velem? Hát megélek. No, Istenem, az emberek sokat túloznak. Tisztességes jövedelmem van, ennyi az egész. Eljéreztem egy bolgár medikát, nem sokára esküszünk. Kint fogunk lakni Otélyben, és kezit csókolom. Az öcsém kint van Párizsba, talán tehetne érte valamit. Szívesen, majd keressen fel. Megemeltem a kalapomat, és könnyedén elindultam a Kossuth Lajos utcán. Egy kislány ibolyákat árult, mind megvettem tőle, és kivittem a mamához Rákosra. A Sösszédön tini lakásomon ért az első meglepetés. Az inas lehangoltan jelentette, hogy Monsieur Sír a kora hajnali órákban magára öltötte Pepit a lovagnadrágját, összedobált mindent a lakásba, amíg a botját megtalálta, és elment. Az asztalon egy levelet hagyott. Néger egy ronda fráter, te pedig az ő barátja vagy. Fejedbe szállt nagyon a pénz. Megyek Londonba, és jegyezd meg, hogy nem vagyok fényképész, hanem Sír Lajos a költő. Elkedvetlenedtem. Végre is előre látható volt, hogy Sír Lajos nomád természetének nyűg a rendes elfoglaltság és az állandó lakás. Azért mégis bántott, hogy a bőségesen rendelkezésemre álló eszközökkel éppen azok nem tudtam segíteni, akiken leginkább szerettem volna. Például a nagyságos asszony öccse. Különben rokonszenves, de nekem közömbös idegen ember, valóban felkeresett, alkalmaztam, megszereztem az írásait, és szorgalmával, finom modorával, rövid idő alatt jó állást ért el a lapnál.
míg szegény Lajos, aki barátom volt, bizonyára éhesen kallódott jellegzetes nadrágjában rókahódító botjával Albion menhelyei. Kedvetlenül mentem ki Neddához. Szinte éreztem, hogy itt sem fog kellemes fogadtatás várni. Már belépésemkor láttam, hogy baj van. Az asztalnál ült, komoran nézett maga elé, és a szobájában terjengő sűrű füstfelhők bizonyították, hogy régen és sokat dohányozhatott itt egyedül. Szokásom szerint csüggettem, végigdőltem a díványon. Nem sokára megszólalt. Tegnap felmentem a szerkesztőhöz. Meghűlt bennem a vér. Érdeklődtem, hogy mikor számíthatok elfogadott írásaim közlésére. Képzelje, utána néznek, és azt felelik, hogy az írásaim ugyan beérkeztek, de ők a közölhetetlenekkel együtt eldobták. Kilódva mondta ezt, és riadtan nézett rám, mintha tőlem várná a megoldást. Bizonyára valami tévedés, motyogtam. Csend lett. Gondolkodott, nagyokat szívott, és mélázva mondta. Hallotta, hogy Vlaszta megszökött? Ökölbe szorult a kezem, mert éreztem, mire gondol, és valóságos dűroham fogott el. Az a gazember, az a szélhámos, bizonyára örült, hogy átmentette a bőrét valahova Afrikába. De nem felelt semmit. Furcsa, fátyolos tekintettel merett a cigaretta parazsáról merőlegesen felszálló keskeny füstszálra. Látszott rajta, hogy a fantáziákra hajlamos agya már belemerült melankóliával ebbe a regényes elgondolásba, nem is hallja, amit mondok. Harmadnap a következő levelet kapta. Mademoiselle, tudomásomra jutott, hogy nemrég fent járt a szerkesztőségben, és valószínűnek tartom, hogy meglepte a kéziratról nyert felvilágosítás. Hogy ne állítsak misztikumok elé, közlöm önnel a következőket. Fő funkcionárius vagyok a lapnál, de meggyőződésem ellen anyagi okból vállaltam az állást. Véletlenül kezemhez jutottak az írásai, melyek e lap szellemével ellenkeztek, de fedik teljesen az én nézeteimet. Összegyűjtöttem valamennyit, mert meg vagyok győződve róla, hogy lesz még alkalmam nyilvánosságra hozni őket. Természetesnek találtam, hogy a honoráriumot kifizessem. Őszinte tisztelője. Ez megnyugtatta, de több kéziratot nem küldött. Waterloo. Talán mondanom sem kell, hogy a sors különös véletlenei folytán adódott félreértések, melyek Sábát és Anna Kereszt nevű régi szerelmét elválasztották, lassan tisztázódtak, és a két művész összeházasodott. Versailles-ban béreltek villát, és a vendégszoba állandó lakója Zombori volt. Sába itt írt a nagy filmjét, melyet a világhírű főrendezővel együtt csináltak meg. Zombori és Anna játszották a főszerepet. Anna ragyogó asszony volt. Haját a nyári idényre bronzszínűen viselte, külön masszőrje, kozmetikusa, boxtrénere és pszichoanalitikusa volt. Zombori hajdan fő képviselője a modern festészeti iránynak, énekelni és táncolni tanult. Így zajlott az idilli élet kint Versailles-ban, a nyomor különítménynek sajnos nagyon gyérszámmal beérkezett tagjai között. Magam is sokszor vettem részt a mulatságaikon, ahol mindig akadt néhány budapesti vendég, szerkesztő, színész, bankár, festőművész. Ha megfordultak Párizsban, legkellemesebb emléket a Versailles villából vitték magukkal. A villa nevét egy méteres neon fénybetűk hirdették a bejárat felett. Annala. Voltak gramofon lemezeink és egy hatalmas rádiónk, amellyel cigányzenét fogtunk Budapestről, és a déli parti Hungária szálló cigányzenekara kísérte Annát, aki meleg alt hangján énekelte Versailles-ban a piros rózsa fehér rózsát. Ha egy pohár bort ittunk, már is kísértett a honi bú, otthoni élményeink, Budapest, Magyarország. Históriáztunk, énekeltünk, vagy nagyon borúsan, hosszú hallgatással könyököltünk a honvágyunk felett. Mert hiába! Otthon mégiscsak jobb lenne a jólét. Később mindenféle harag és veszekedés támadt. Sába valami oknál fogva meg akarta ölni magát és Annát. Hogy mi történt tulajdonképpen, az sohasem szivárgott ki. A közvetlen környezet csak annyit tud, hogy Sába a hazatérő Zomborit megrohanta, kezeivel egy több kilós bronztárgyat csóvált Tomahawk gyanánt, és azt kiáltotta, hogy ketté töri a gazbarát derekát. Szerencsére a masszőr ideje korán közbevetette magát, és megakadályozta, hogy egy szépen induló karrier derékba törjön ketté.
Anna még aznap eltávozott a villából. Zombori is, akiről Sába kijelentette nekem, hogy rövid időn belül a nyílt utcán lelövi. Ezt meg kell írni, tanácsoltam neki, és megírta. Remek film lett belőle, mint általában mindenből, ami velünk és bennünk történt. A lelkünk, a könnyeink, mindenestől végleg felszívta őket a festett valóság, míg végül már igazi élménye, igazi nagy megnyilvánulása nem is volt életünknek. Ha Zombori haragudott, egy futó oldalpillantást vetett a tükörbe, hogy nem csinálja-e rosszul. Ha Sába szerencsétlen volt, erről eszébe jutott egy jó téma. Az intermezzo vége az lett, hogy Sába leszereltette a transzparent, és a nyaraló felett ez az új szó világított. Elhagy, lak. Így érkeztünk el Nedda doktorátusáig. Engem már nagyon megviselt az, hogy Párizsban, mint saját doppelgangerem éltem. Állandóan szoronganom kellett, hogy valaki megismer. Így mentem el Nedda doktorátusát követő kis banketre, félve a leleplezéstől. Szerencsére a kisszámú társaság tagjai újdonsült orvosokból tevődtek össze, akiknek legtöbbje elszigetelt nomád életet élt a Quartier Latinben, amely városrész épp azért világhírű Párizsban, mert állandóan mint egy 150 évvel maradt el a jelentől. Nedda néhány pohár bort ivott, amitől piros lett. Olyan szép volt, hogy úgy éreztem, lassan elvérzek belülről, amíg nézem. Együtt mentünk haza, elhagyatott, keskeny utcákon derült éjszakán. Elhatároztam, hogy megpróbálok a tilos útra lépni. Óvatosan fogtam hozzá. Magamról beszéltem, gyermekkoromról, ambícióimról. Majd hosszú szünet után így kezdtem. Mondja, Nedda, sohasem gondolt arra, hogy én esetleg szerelmes vagyok magába? Megálltam és megfogtam a kezét. Ezt nagyon sajnálnám, mert nem lakhatnánk tovább együtt. És hagyta, hogy fogjam a kezét. Rosszabb volt ez az öntudatossága, mintha elrántotta volna. Nézze, kérem, folytatta nyugodtan és szeliden. Én őszinte leszek magához. Ha végignézek az életemen, tulajdonképpen nincs senki, aki közelebb állna hozzám, mint maga. Megszoktam, megszerettem, nem mondhatom, hogy úgy, mint a fivéremet, mert a fivéremet sohasem szerettem. Talán úgy szerettem, mint maga a húgát. De hogy más kapcsolatban is legyünk, ezt el se tudom képzelni. Vlasta. Elkomorodott, de vállat vont. Undort érzek a becstelen emberek iránt. Borzadnék, ha csak a kezemet megérinteni. Higgye el, Miklós, maga az egyedüli ember, aki hiányozna az életemből, ha nem látnám többé. De bizonyos, hogy szerelmes nem vagyok magába. A kapunál azt mondtam, hogy még nem fekszem le. Kezet fogott és bement. Olyat vágtam a falba, hogy úgy éreztem, összemorzsolódik az öklöm. Egy délelőtt elmentem abba a szállodába, ahol egykor mosogattam. Az öreg puskás még mindig ott dirigált, alföldi tájszólásokkal tolva meg a mondani valóit, ha indulata számára szűknek bizonyult a francia nyelv szókincse. Harsány örömmel üdvözölt, én pedig néhány szóval tudattam vele, hogy jól megy a sorom. És mindezt magának köszönhetem, öreg, mert megfogadtam a tanácsát, és abszolút nem hittem a nőknek. Azt jó tette, mondta kissé bizalmatlanul, és végigmérte úri külsőmet, mint aki tart attól, hogy megajándékozzák. De én már okultam a példákon, és tudtam, hogy kell kezelni a nálam szegényebb honfitársaimat, tehát azt mondtam neki, hogy magyar vendéglőt szeretnék csinálni, kicsi, de finom üzemet, hogy híre menjen a Madlentől a Kossuth Lajos utcáig, és gondoltam, hogy ő, Puskás, talán tud egy jó szakembert ajánlani, aki érti a dolgát és becsületes ember. Végül is sikerült rávennem. Megbeszéltünk mindent, és nem sokára a belváros egyik előkelő helyén megnyílt a debreceni étterem. Puskás zsaketben járt a vendégek között, és úgy nézett ki, mint egy boxbajnok a mérkőzést követő banketten. Egyike volt azoknak a keveseknek, akiknek hálával tartozom, és módomban állt segíteni rajtuk. A legrosszabb érzés akkor fogott el, mikor megkaptam Londonból Sír Lajos lapját, bélyeg nélkül, ezzel a segélykiáltással. Miklóskám, ha tudsz, csak egy pár frankot küldj, beteg vagyok, és nem lakom. És drága Lajos, ez annyira jellemzi őt, elfelejtette ráírni a címét a lapra. De azért legközelebb sürgőny szövegű lapot írt. Nem is vártam tőled mást, mint hogy elfelejtsd a barátaidat, miután felkapaszkodtál. Most Sainburn-nel foglalkozom. Lajos. Írtam Londonba ismerőseimnek, kutassanak utána,
Persze reménytelen, hogy megtalálják a legnagyobb városban a legkisebb költőt, a legvastagabb ottal. Kárpát René ismét a pigálon játszott, és feladta Zomborival a köszönő viszont. Ezzel szemben Sába és volt lakótársai között megkötetett a versailles béke. A vállópör után Zombori feleségül vette Annát, és nem sokára ismét együtt laktak a villában, azzal a különbséggel, hogy most Sába aludt a vendégszobába, és Zombori Sába egykori helyén, a hálóban. De a neoncsövet többé nem szerelték át, és most már minden eshetőségre számítva, véglegesítve ott ragyogtak a kéken izzó betűk. Elhagy, lak. Már szinte megcsapott az élet első kora őszi melankóliája, ahogy megszokottá vált hatalom és jólét, ahogy eseménytelenül és azonosan múltak a napok, nem váltva be most sem, mint általában a fiatalember elképzeléseit a beérkezett életről, ahogy krónikus hajgássá vált bennem a Nedda iránti szerelem. Mélységes iróniája a sorsnak a régi nóta. Mindent elértem, csak azt nem, ami mindennél többet érne. És hogy ezt a lelki állapotot a valóság is dekorálja, ismét esett, folytonosan, aprószeműen, sivár látványát éve a lucskos, tónustalan városi utcákat, városi életet. Egy ilyen délelőttön a szobámban ültem, abban az épületben, amelyben lázas, gyors munka folyt, minden emeleten, minden szobába, értem és általam. Csak én ültem egy fényes nagy dolgozóban, előkelően, kedélytelenül, és az íróasztali csontkéssel a körmeimet piszkálgattam anélkül, hogy erre a műveletre bármiféle okom lett volna. Egy alkalmazott névjegyet hozott be, hogy valaki azonnal beszélni akar velem. A névjegyen ez állt. Dr. Guncsef. Kinéztem az ablakon. Esett, és egy szemközti ház nedves fala nézett rám. Sóhajtottam, és szóltam, várom a doktort. És jött. Trencskóban, gránátos járásával, markánsan is elszántam. Megállt az ajtóba. Reménytelenségemben is örültem, hogy végre itt tartunk, hogy amihez magamhoz nem volt erőm, valami régen esedékes véletlen által megoldódott. Először torkán akadt minden hang, annyira meglepte a látvány, melynek 10 lépésnyi perspektívájában, hatalmas íróasztal mögött, pompás szobában ültem előtte. Lassan, udvariasan elébe mentem. Parancsoljon! Tetőtől talpig végigmért, aztán hidegen, megvetően mondta. Valóban, így magasabb néhány centiméterrel. Valamivel régebben még korbáccsal jöttem volna ide. Ezen már túl vagyok. Alattomos orvmódon gázolt bele a büszkeségembe. Lihegett, ökölbe szorult a keze, csak vártam, mikor sújt. Undorító komédiát játszatott velem. Minden nap kinevetett és nevetségesített. Minden életelvemmel, minden akarásommal, törekvésemmel. És ami a legszentségtelenebb, a legkomiszabb volt, hogy az irodalmamban, mint szellemet gyalázott meg, pofozott föl, fricskázott ki. Elhitette, hogy írni tudok, csak azért, hogy segélyezhessen. Sikerült bebizonyítania, hogy a cikkeimmel nevetséges vagyok, hogy az önállóságomat egy szerelmes férfi pártfogásának köszönhete. Úgy látszott, hogy hisztériás sírásban tör ki. Maga nevetséges ponyvaregényhős. Ezeket meg akartam mondani, folytatta csillapodottabban. Az arcába akartam vágni korbács helyett, hogy hálátlan, hűtlen bajtás, hogy éppen olyan, mint mindazok, akiket szerethettem volna. Hazug, fölényes, rossz, önző. Egy pillanatra elfulladt. Le akart kötelezni, alattomosan. Fejét ekkomplé elé állítani, és aztán megjelenni így, délcegen, nagyúrian, mint egy elhízott jótevő, hogy ne legyen más utam, mint maga. De nagyon tévedett. Így sokkal, sokkal kevesebb előttem, mint az a szegény álmodozó kifutó fiú, aki jóban rosszban a bajtársam volt, aki nem volt pomádészagú regényhős. Kérem csak gorombáskodja ki jól magát, mondtam nyugodtan, mert az, hogy én magam álltam szembe vele, visszaadta a biztonságomat. Egy pillanatra zavarba jött, mert bármit is mondott, nem bírt szabadulni az összehasonlítástól, és titokban mégis kénytelen volt kissé csodálkozni, hogy így lát és itt lát. De újra összeszedte magát, és egy hang nem mellejjebb, szomorúan folytatta. Bár sohasem találkoztam volna magával. Még jó, hogy a küzdelmem nagyobb része előttem van, és ezt most már végleg és teljesen magam fogom kiharcolni. Szeretem magát, mondtam csendesen, és mert nem volt mit várnom, talán közönösen is.
Hátat fordított és szó nélkül eldöngött nagy csizmáiban, katonás trencskójában. Este kimentem a szállásra. Először állt meg álcázatlanul az autóm a kapu előtt. Nedd a szekrénye tárva nyitva, üresen tátongott rám. A képek és a terítők eltűntek. Szemét, limlom, mint hurcolkodásnál, az állvány könyvek nélkül. És most szívesen mondtam volna le a madleni győzelemről. Szívesen cipeltem volna a néger után az állványt, ha csukva van a szekrény ajtó. És Nedda ismét itt ül az asztalnál, a szamovár mellett, és dolgozik. Egy levél feküdt az asztalon. Uram, ha azt akarja, hogy egy ügyben több megérdemelt lecke ne érje, így ne törődjön velem, ne keressen, sőt, kérem, kerülje a velem való találkozást. Igazat adok abban, amit egyszer mondott, hogy én provokáltam a sorstól az ilyen élményeket. Remélem, a segélyt, amit nem kértem, amivel megalázott, vissza tudom majd fizetni. Nem haragszom őre, nem vagyok a történtek után sem ellensége, hanem volt bajtársa. Dr. Guncsef. Körülnéztem még egyszer. Nem volt itt több keresnivaló. Elmentem. És mikor bevágtam magam mögött az ajtót, úgy, hogy döngve becsapódott, és zaját sokszorosan verték vissza az ócska házboltozatai, egy szó jutott eszembe. Waterloo. Dr. Guncsef. Ez a győzelem, amit a legjobban ambicionáltam, amelyben a legcsúfosabban levitézlettem, jó időre elvette a lendületet, a kedvet a munkámtól. Későn keltem, hamarabb hagytam ott a szerkesztőséget, sápadt és rossz kedvű voltam. Egy csőkönyös szerelem valamennyi tünete megnyilvánult rajtam. Szerencse, hogy az érvényesülésnek azon a fokán voltam már, amikor, mint ezt a kártyások mondják, magától játszik a lap, és akár szabadságra is mehettem volna néhány hónapra, anélkül, hogy ez pozíciómat veszélyeztetni. Sűrűn voltam ki Versailles-ban. Örültem az ajos mulatozásnak, amelyben zsibbadt a fájás. Szívesen hallgattam könnyű, szomorú muzsikát, könnyű, vidám hölgyeket, és elkedvetlenített, ha nem volt áridó Versailles-ban, ami szerencsére a legritkább esetek közé tartozott. Nedda eltűnt. Könnyű szerrel megtalálhattam volna, de most már én is összeszorítottam a fogamat, és bár homályosan éreztem, hogy ez az ügy itt nem záródhat le, elhatároztam, hogy egy lépést sem kísérelek meg feléje. Annyit azonban nem akartam megtagadni magamtól, hogy legalább halljak róla, és ez irányban Ribárival értekeztem, aki felkeresett, hogy valamilyen nagy horderejű politikai ténykedéshez néhány frankot bocsássak rendelkezésére. Mondtam neki, hogy szeretnék Neddáról hírt hallani. Utassa föl, és kerüljön a közelébe. Elgondolkozva simogatta az állát, és a tőle megszokott tekintéllyel szólt. Volna egy tervem. Rendelkezésemre tudsz bocsátani egy ruhát? Természetesen. Nem is faggattam a részletek iránt. Tudtam, hogy szereti a titokzatosságot, de bíztam a leleményességében. Sokáig válogatott a ruháim között, műértően és nagy gonddal, míg végül egyik legújabb, legkifogástalanabb vipkard öltönyömet alkalmasnak találta céljaira. Nehezen múlt el a két nap. Minden belépőben Ribárit vártam, este tovább maradtam az irodába, reggel korábban mentem, tűrhetetlenül bántam az alkalmazottaimmal, akik különben nyájasságomért szerettek. Míg 48 óra múlva, úgy alkonyattájt megjelent Ribári, és aktatáska volt nála. Vipkord öltözetemben egy Pitt és egy Bismarck is megirigyelhette volna személyének hatását. Leült, nagy szakértelemmel kiválasztott egy havannát, és megfontoltam olyan tempósan, hogy dübegurultam, hozzáfogott a beszédhez. Hát kérlek, beszéltem vele. Már a negyedik kórházban azt felelték érdeklődésemre, hogy dr. Guncsef kisasszony ott működik a sebészeten. Nos, elhatároztam, hogy mint beteg felmegyek az ambulanciára. Fogalmat sincs, hogy ez milyen komplikált. Mert ha a belgyógyászatom van, azt mondom, hogy fáj a tüdőm, nem? Hogyne, folytasd! Arra gondoltam, hogy pofon ütöm. De sebészeten? Miféle bajjal jelentkezzem? Nem vágathatom le a karomat. Először arra gondoltam, hogy a nyelvembe harapok, de végre is ez nem elég kezelési alap. Mit csinálhatnak ott a nyelvemmel? Kérlek, én nagyon ideges vagyok. Nem ér semmit. Avval csak a belgyógyászatra mehetsz. Végre rájöttem. Avval a panasszal mentem az ambulanciára, hogy három nap előtt egy halszálkát távolítottak el a torkomból, és azóta fáj a nyelek.
Neddát rögtön megláttam, természetesen nem vettem észre, és hagytam, hogy tükrözzék a gégémet, és úgy panaszkodtam, hogy végül három orvos, sőt maga a tanár is mindenféle módon vizsgáltak. Aztán valami próbaételt hoztak, hogy nyeljem le. Nem tudtam lenyelni. Te sem tudtad volna. Már apatikus voltam. Valamit csináltak a gégémmel, amitől nagyon megfájdult, aztán indultam a kijárat felé. Nedda megszólított. Beszélgettünk. Érdeklődtem, hogy mi van veled, hogy mindenki azt hitte, hogy ti összeházasodtatok. Hülye. Ugyanezt mondta, de éppen így győződött meg, hogy jóhiszemű bágyú ember vagyok. Azt mondta, hogy te nem szépen viselkedtél vele szemben. Kérdeztem, hogy elvittél-e tőle valamit. Azt mondta, nem. Sőt, úgy pirult, mint az a gimnazista lány, aki nemrég tanulmány útján a Foli Berzsébe kalózoltam. Talán hagyjuk az analógiákat. Ahogy parancsolod. Jól megy a sora. Kinevezték, lakása van a kórházban, rövidesen tanár mellett fog dolgozni. Őszintén szólva, nem nagyon értem, hogy miért örül ennek, mert a professzor megszólalásig olyan, mint egy pávián. Felállt. Nekem eszembe jutott még valami. Kérlek, ha nem haragszol, miért volt szükséged az új ruhára? Mert az enyém már nagyon kopott volt. Szólt, köszönt, és méltóság teljesen távozott. A természetemben rejlő csökönyösség nem ismerte a lemondást, csak a pótolhatatlant. Tudtam, hogy döntő megsemmisítő vereséget szenvedek ezen a ponton, hogy nincs senki és semmi, ami visszafordíthatná az emelkedő tendenciát, csak ez az elérhetetlen diadal, a fiatal élet vágyainak beteljesedése a társadalmi ambíciók mellett. A kiválasztott élettárs megszerzése. Jóformán minden időmet egészségtelen alvás és túlhajszolt szórakozás kötötte le. Egy este rám telefonált az öreg, akit régen láttam utoljára. Utasításokat adott egy megindítandó ügyben. Az ügy miatt le kellett mennem aznap este egy képviselő házi báljára. Bosszankodtam, hogy ebben az állapotban kényes és fontos dolgokban kell tárgyalnom, előreláthatólag unalmas, feszes mulatságon részt vennem. Három nyakkendőt tettem tönkre idegességembe, amíg az utált frakkot magamra vettem, és teljesen hiányzott az a lelki harmónia, a biztonságérzés, amely lehetővé tette, hogy hasonló ügyekben a legjobb eredményeket érjem el. A vendéglátóház urainak és az előkelő vendégek nagy részének minden oka megvolt rá, hogy megkülönböztetett tisztelettel fogadjanak. És itt találkoztam Neddával. A terem túlsó végében volt, de nyomban észrevettem, és láttam, hogy ő is észrevesz. Nem is közeledtem feléje, félrevonultam egy pamlaggal bélelt sarokba, és körülfogtak az érdekelt urak, hosszan magyaráztak, és én belső készületlenségemet azzal igyekeztem ellensúlyozni, hogy sokat és nagyképűen hallgattam. Érdekes, hogy ez az erőtlenség nagy mértékben csökkent attól a tudattól, hogy Neddával egy fedél alatt vagyok. Később, hogy az estély tanácskozási jellegét mellőzzük, elvegyültünk a vendégek közé, és egyszerre a háziasszony szólalt meg mellettem. Engedje meg, hogy bemutassam önt főszerkesztő úr, a legjobb sebésznek, aki az életemet mentette meg. És Neddával álltunk szemközt. Mind a ketten éreztük, hogy furcsa lenne itt most magyarázgatni a háziasszonynak, tehát bemutatkoztunk másodszor, de hivatalosabban, mint legutóbb. Volt valami ellenállhatatlan komikus ebben a nagyon szertartásos jelenetben. A háziasszony továbbment, és mi ott álltunk esetlenül, zavartan, egymásra bámulva a nagy terem kellős közepén. Végre erőt vettem magamon, és ezt a frázist mondtam. Becsület szavamra kijelentem, nem tudtam, hogy itt lesz. Nem szükséges mentegetni magát. Nem is tudhatta, hogy itt leszek. Nem tehettünk mást, beszélgettünk. Emlékszem, valami művészeti kérdésről volt szó, banális, érdektelen téma, és közömbös társalgás mögött mégis sokkal több feszültség lüktetett, mint a két évi együttlakásunk minden intimitásában. És bevallom, egy percen belül megfeledkeztem a nagy fontosságú ügyről, az izgatott urakról, és általában minden másról, Neddát kivéve. És mikor a vacsora következett, mi sem cselekedhettünk másképp, mint a többiek. A karomat nyújtottam Neddának, és ő kezét hanyagul a belső könyök hajlásomra téve indult velem. Soha úgy nem dobogott a szívem, mint most ettől a konvencionális érintéstől. Nedda is zavarban volt, többször nézett ilyette rám, és pillanatonként pirult, sápadt. Különösen izgalmas volt számunkra ez a helyzet, amelyben ennyire felöltözve álltunk egymás mellett.
Én megoldottam már akkor a rejtélyt. A mi együttlétünkben nem volt illúzió, nem voltak gátló formaságok. Egy szobában öltözködtünk és mosakodtunk, ebben éhen halt a fantázia, mert nem kapott tápot. Mi a célból indultunk ki, tehát csak távolodhattunk tőle. Később megszólalt a zene, és milyen különös volt, táncolni hívtam. Könnyedén a vállamra tette az egyik kezét, alig érintve átfogtam a derekát, talán éppen ott, ahol óránként borogattam, és mégis, ettől az érintéstől most úgy a fejembe tódult zúgva minden vérem, hogy megmozdultak körülöttem a terem falai, és egészen bután ezt mondtam. Milyen szép maga! Mint valami bolond fordított film, amelyet a végén kezdenek pergetni, most történt meg közöttünk, ami az élet szeszélye következtében elmulasztottunk a maga idején. Megismerkedtünk egymással. Beszélgettünk, mint újraülsült ismerősek, udvariaskodtunk, kérdezgettünk egymástól, egy estélyen társaságbeli idegen emberek. Neddának jól menő magánpraxisa volt, néhány gazdag betege, szép orvosi sikerei. Igaz, hogy sokat dolgozott, mert délelőtt a kórházba kellett lennie, de szerette a munkáját. Rendesen megélt belőle, és ami a legmegnyugtatóbb volt, a cikkírást régen abba hagyta. A társadalom előnyeiből kívülrekedt ember, aki savanyúnak nevezte az elérhetetlen szőlőt, beljebb kerülve megszelidült a munka, a pozíció, az együttműködés következtében, amely felfakasztotta lelkében az embergyűlölet duzzasztó kelevényét. Az embereket valószínűleg jobbnak, az életet értelmesebbnek és érdemesebbnek találta már most. Később egy csendesebb teremben műpálmák alatt üldögéltünk. Különös volt, hogy most mennyi mindent el tudunk magyarázni magunkról, a belső világunkról, csupa olyan dolgot, amiket a nyomor hosszú estéken, hosszú hónapjain át sohasem mondunk, amik helyett nagy képű vita, személyeskedő gúny, egymás iránti türelmetlenség volt szokásos közöttünk, és igazi énünket elbástyázva álltunk egymással szemben. Most magától budjant ki az őszinteségünk, és csordogált tovább estéi hangulatba, messziről szüremlő halk zenekíséret mellett, a bizalom, a megértés, a szimpátia. Én már régen megszelidültem, és most úgy látszott, hogy Nedda sem akar már erőnek erejével érdekesebb és különb lenni, mint a többi nő. Talán az estéi megjelenésen kívül sem hordott már csizmát, és azt nyilvánvalónak láttam, hogy a haja ondulálva van. Elmeséltem neki minden, kettős életem fáradalmairól, tehetetlen szenvedéseimről, mikor nélkülözni láttam. Cigarettázott, finoman fújta a füstöt, és csodálatos. A körmei nem voltak sárgák, hanem manikűrözöttek. Ahogy merengve a távolba nézett, eszembe jutott valami. Szokott még vlasztára gondolni? Milyen furcsa volt, hogy kissé kacéran és mosolyogva rám nézett. Még mindig vlasztával van baja? És állandóan kísértett egy mondat, amelyet sehogy sem tudtam megfogalmazni, amelyet vagy százszor akartam kimondani az est folyamán. Hogy hol láthatnám újra? Hogy szabad-e már egyáltalán viszont látnom őt. És sehogy sem tudtam kimondani. Féltem, hogy megtagadja. A vesztibülben már a nyelvemen volt, hogy felajánljam az autómat, és mint valami félszegdiák csak álltam ott, s hagytam elmenni. Még megemeltem a kalapomat, már vitte egy taxi, és nem maradt más belőle, mint egy benzinfűs gyorsan párolgó fellege. Egy hét múlt el. Nem hiszem, hogy ezernél kevesebb cigarettát szívtam volna el ezen a héten. Nem hiszem, hogy ezernél kevesebbszer nyúltam volna a telefonkagyló után, és bizonyosan tudom, hogy legalább 100 félig megkezdett, vagy egészen megét levelet dobtam a papírkosárba. Az első vallomáson lesújtó emléke minden kezdeményező szándékomat cselekvés előtt elgáncsolta. Alvásról, munkáról szó sem volt. Amint Párizsban még sohasem tettem, hogy szabaduljak a kínzó éjszakáktól, felmentem egy kártyaklubba. 10 000 frankot nyertem, de megfájdult a fejem a füsttől, a játéktól, a konyaktól. Aztán akármerre volt dolgom, a kórház előtt igyekeztem elmenni, legalább 4-szer napjába. Persze nem találkoztam vele, mint ahogy a véletlen még eddig sohasem akkor jött segítségemre, amikor számítottam rá, hanem minden esetben véletlenül. Képes voltam Ribárit keresni, hogy felidézzen egy indirekt találkozást. Szerencsére politikai ügyei ezúttal sem a Globe-ban, sem a Café de la P-ben nem kívánták meg a jelenlétét. Végre is megint megvert hadvezér halált hívó elszántságával határoztam el, hogy döntést provokálok.
és ezer egyszer, de egyszer, mint utoljára felvettem a telefonkagylót. Úgy éreztem magam, mint abban a másodpercben, midőn elhatározódott bennem, hogy felugrom a sorban álló autók közül a legelsőre. Mikor a hangját meghallottam, csodálatosképpen elmúlt az idegességem, és közvetlenül, kedélyesen szóltam bele a telefonba. Haló, van két jegyem a Comedybe, nem volna kedve eljönni? Csend. Tudtam, hogy ez most a végső döntés pillanata. 10 másodperc is elmúlt, amíg felelt. Hány órakor kezdődik? Most már futottam végig az autók tetején. Színház után együtt vacsoráztunk. Megittünk egy üveg pezsgőt is, és a forgó reflektorok színes kejvéi, mintha ibolyántúli sugarak lennének, a szívemig átjártak. Most először tapasztaltam, hogy Nedda szellemes, vidám társalgó, és ő is sokszor nézett rám azzal az összehasonlító csodálkozással, amit először akkor láttam a szemében, mikor felelősségre vont a szerkesztőségben. Később megjegyeztem, hogy milyen szép keze van. Mosolyogva fújta a füstöt, és egy tangót dúdolt. Aztán robogtunk az autón az éjszakai Párizs utcáin. Kicsit spiccesen, és megint, hiába, ez már a refrén az életemben, és ebben a regényben tavasz volt. Friss, erőszagú szél fújt. Becsöngetett a kapun, megemeltem a kalapomat, és elkövetkezett a cáfolat Nedda múltjára. Ígéret az én szenvedéseimbe. Egy merész elhatározással kezet csókoltam. És hagyta. Végeredményben ez is egy mellőzött társaságbeli forma volt eddig érintkezésünkben. Az igaz, hogy a szokott formától merőben eltérő hosszú időn áttartott a majkamat a kezén, és ki tudja, meddig tartottam volna még ott, ha nem csoszog valaki belülről a kapu felé. Az is lehet, hogy ez szél volt, de egy pillanatig határozottan éreztem, hogy finom érintés vibrál át a hajszálaimon. Becsapódott a kapu, és ott állt egymással szemben egy nagyon szomorú épület és egy nagyon boldog ember ezen a napon. A közkórház és én. Nászútra természetesen Budapestre utaztunk. Elvezettem Neddát a gimnázium elé, a Ligetbe, az őszbe búcsúzó Dunakorzóra, és bemutattam a magyar Szent Márk tér galambjainak, sőt magának Verbőci Istvánnak is az Aponyi téren. Nedda mindennek örült, de legjobban talán az apámnak, akiben megismert valakit, aki olyan régen nélkülözött az életéből, az apját. Ami még megmaradt benne, bizalmatlanság és gyanakvás az emberekben szemben, az végképp felolvadt a lelkében, mikor ez a harmonikus, mélyhangú, szép öregember a vállára húzta a fejét és megsimogatta. Valahol egy bútor is megrecsent, és ha van élet az életen túl, úgy bizonyára anyám asztrál kezei is kinyúltak utána a rákosról, és megsimogatták őt. Sír Lajosról soha többé nem hallottam. Emléke, mint halvány, keskeny árnyék maradt a lelkemben. No, és természetesen Kárpát René idővel feleségül vette Pataki Máriát, de megmaradtak továbbra is a pigálom. Sok között egyszer még az is hírlik, hogy a versailles-i kontrapárok ismét helycserére készülnek. Új vállópör, régi esküvő. Állítólag Zombori visszakerült a vendégszobába, és minden maradt a régiben. Főképp a villa fölötti neonbetűk. A nagy kerék pedig csak forog, forog egyhangúan és folytonosan. Színültik tömbbe fekete és fehér vásári planétákkal, amelyekre emberi sorsok vannak írva. Nedda még ma is szabad gondolkodó, de nagyon boldogan élünk. És van két szép gyerekünk.